Zugo zerdü, zugo mezü, vajon mi zug benne. 32-es busreguták masíroznak benne. Tegnap kaptam egy levelet, katonának el kell menni. Utoljára jöttem hozzád, babám, búcsút venni. Jaj, hamarabb béke lett volna, én jöjjek, csak addig töltem az időt. Oda ki, és már sok a dolog. Ez ajtó és a méreg belőle átmegy. Vajon hány óra most szemüveg nélkül nem látom a híreket, ha letalálom késni. A legfontosabb híreket most mondjak, ne 10 óra tájat. Vajon a fronton valami változott? Ne, abba hájba vége. Gyújtsam csak, én még jókor jövök. Jövök. Mondjad, Nazani. Szép vizefemem. Jó napot kívánok, a szép vizefem hírei következnek. Az orosz hadsereg 2 tucatnyi drónnal támadta az főváros Kijevet hétfőn hajnalban. A kijevi hatóságok arról számoltak be a Telegramon, hogy több mint 20 iráni gyártmányú drónt észleltek a főváros légterében, melyek közül legalább 15-öt lelőttek. Édes jó Istenem, tovább nem is hallgatom, ha megint lőnek. Bolesz, addig bogozzak jobbra balra, hogy Bolesz, mám baj van, nem szoktam rádiót hallgatni, már csak idegesítik az embert. Mondjuk Vidis idő alatt rengeteget vittam komával, már akkor ő volt belé kösönködve abba a rádióba. Na de ez most nem a Vilus volt talál. Ide a bétalálnak porozni, minden miszlingóba szakad, minden szacskába szakad. Csak még nem elég nekem gombol, hanem a tavaly nyáron a fiam a háztatájra épített még egy házat, ma megmondom bolondulva. Megmondtam, hogy a földre építsen le. Oda építi fel a banzátot, vagy mi a súlyt. Most a front, ha elindul, a legelső mi lesz? A legelső az lesz, hogy azt a magos házat egyszer lelövik. Az biztos, már olyan magos som van. És két tányem, nekem is oda fél van. Milyen két tehám volt, az csak az sajnálom, az annyi, mint az a két tehám megdöglött volna. Na de én ma mit csinálj, fel van építve, és lesz, ami lesz. És János komandok, és helyába panaszolkodok, hogy mekkora a baj, nem akar tudomást venni róla. A Vilusban úgy belé volt kösönködve, vagy szinte belé volt. Most nem, a háborúról egyáltalán tudomást nem akar venni. Ó, két hete nem aluszok. Ezt is van pakolva a fontosabb holmi, mely én pakolok. Két hetem már, hogy ahol dolgozom, szabad időmben napközben. Az értékesebb dolgok ezt vannak pakolva. Mit tudjak vele csinálni, hogy én azt megmentsem? Egyszer ide B-hozom, ne, hogy legyen itt nekem szem előtt, hozom B, és aztán valamit ki kell találjak, azt egyszer meg kell menteni, ezt kárba nem be. Itt mi dolgoztunk életünkön keresztül. Kárba nem mehet! Nem mehet, no! Fogyesszá vagyok, ezek már is figyül már! Nincs segítség, hogy kéne segítség! Valahogy bíhozom itt már! Na csak most baj van! Látenni se tudom. Hogy tegyem le? Azért mond, tartottak a régi öregét. Ha van az is baj, ha nincs az is baj. Mit tudom? Ezt egyszer le kell engedjem. Éven, azért is. Ezt fel ide. Valahogy lesz, na, valahogy csak, valahogy kialakulna, valahogy kialakul. Gyám, béma, még most is átkel a meleg. Azt oda. Ide. Valahogy ezt fel kell szereljem, mint a inkabot az asztaltatáira, már egy olyan érték van ebben, hogy még a széltől is óvnom kell, még a széles nagy meglábbáltsa, amilyen érték van ebben. És pont az buffon ez, ami a legértékesebb, már kivagdoltatok az asztallahabaiból is. Jó, hogy ide visszateszem, ne.
legalább bámul. Mit tudjak kitalálni? Hát ha káré találom én azt a holmit vallani, a méreg a rovatalozón es megör, mit mi dolgoztunk. Egyám nem kéne. János Kobalméknál a jó erős pinca van, hát a követ együtt hordtuk, ilyen kövek bőlni. Meg kéne vele beszéljem, s ugye a pince sorkalba azt a holmit, ha bészorítana, olyan golyót nem ismerek még az orosznak se, hogy oda abba a pincébe bémenje. Na csak most, akkor én hova menjek hezzá is, hogy tudjam megbeszélni? Telefonosan meg kéne tudjam csergetni, már eleget tanítsak, de a rendesen a hidegesre az, mikor telefonost kell elévenni, hogy én 88 évesen most tanuljam a telefonos, nem tudom szokni meg, nem tudom szokni meg. Hogy ezt tanítottak, hogy ha én kéne híjam őt, nem ő engem, már ugye én most én kéne vele beszéljek, akkor én le kell egyszer nyomjak kettőt, ugye úgy mondták, hogy egyet, kettőt, és akkor a jebetűt már János, ő, és akkor a Jánosban a jebetű legelő van, je, és akkor még egyet, az a baj, annyit kell nyomkodni, hogy bolondulok ezt a ma, sikerül is, hanem. Adlan. Ahogy morrok. Halló, János komám, te vagy-e? Halló, hát én, Jósi komám, te vagy-e? Hát hogy ne lennék én, ha én hittalak, ki legyen más, miket kérdezel? Jó, na, a telefonszósor nem lát tudni, ki szól belé, he, abba. Komám, én ma közel 80 esztendeje, hogy címbora alunk nincs, hogy ne ismár meg, no. Tökéletesen megismártalak, komám, no. Most már tisztában vagyok, hogy te vagy mét hittal. Valami baj nincs, ugye? Hát, hogy is fejezzem ki én magamot neked? Baj van elég, és te is jól tudod, hogy mi a baj a világban, csak nem igen akarsz tudomást venni róla. Komam, éppen a háborút ne hoztál én részszíves. Nekem elegem van. Mari kutya, egy háborúnál olyanokat csinál. Hát mit csinál? Mit csinál? Minden filmnek neki fog. A fiatal asszonyok biztosak, hogy nem lehet bírni vele. S a másik mi? Az eszem úgy el van mérve, valamelyiknak a csorgó esőbe a gyukoknak vitte a vizet. Valami baj lett vele itt még. Na már vacina, az is lehet, hogy annak az utóhatásai dolgoznak. Ugye megmondtam annak idején, hogy a vacinát ne adottatos belé. Na látod, hogy mit váltott ki belőle? Nem tudom, minek a hatása, minek nem, de annyit tudok, hogy nálunk a háború a B-vonal valaga. Itt van a küszöbön, csak békén rúgni, ennyi. Visszatérve a háborúra, komám, tartalékolni kell, már a rádiócskámban hírt olyant hallottam, hogy jó, baj van, komám, és a másik tudod én mi? Valamelyik éjjel idebbi az utcafenekben a Lázárnit való a kutya egész éjjel bamukolt. Az a kutya úgy érzi a veszélyt, hogy annak idején 11-ben, mikor a tüzesett volt, a négy csűr egyszerre égett, a kutya azelőtt való ilyen egy órát bamukolt. Akkor most, ha egész éjjel bamukolt, te fel tudod-e mérni, hogy mekkora veszély közelik? Fel tudod-e te mérni a bolt? Ki bamukolt? Mondom, hogy ide be a Lázárnit való az utcafenekben, hát te is jól ismered. A Lázári a kutya, menj el, komám, az a kutya olyan vén, hogy egy foga sincs, hova bankoljon. Hát nem a fogával bankol, miket beszélsz? Nem a fogával. Valamelyiknek Lázárról találkoztam, már kutya régi. Azt mondja, panaszkodott, hogy a kámén étált, a kutya nem tudja megenni, csak a híg moslékot. Salóté, az a kutya nem is lát. Valamelyiknek mentem be, hezzik, s a kutya engemet hanyatlan ugatott, meg a csülkaput ugatta. Na. De úgyes megugatott, ezt mondom, látod, hogy ez a kutya egy hatalmas nagy érzés már rendelkezik, látod, hogy úgyes megugatott, ha csülkaput tesztál. Na álljunk csak meg egy szóra. Te hallgatod a rádiót? Engem ettél meg, hogy a vidős időben hallgattam, s most nehéz. Komám, ez most nem a vírus volt talál, most már én esélyt itt vettem.
Putint addig piszkálják, hogy jó, baj van, komám. Komám, ima, mi lesz, olesz, azért mi segíteni nem tudunk, értsd meg. Igen, nem láttam, hogy nem törődik a hábor. Állj meg, no. Azt akarom mondani, hogy összepakoltam azt-azt olyan hol. Ott vagy el? Hát itt, hol legyek, komám? Hogy megránkodtam, hát akkor közben miért nem szólsz, hogy hol vagy? Azt gondolom, elmentél valamára. Ti hova menjek el? Ha veled beszélgetek, miért nem beszél? És a másik pedig az, hogy én vagyok itt, te ott vagy. No, most a kérdésemet félbeszakítottad, újra kell kezdem. No, azt akarom kérdezni az imént, hogy... No, hát miért szólsz, Pali, no? Akkor én mit mondjak? Az se jó, itt vagyok, az se jó, ott vagyok, akkor mit mondjak? Ne haragudjál! Maradj ott, ahol vagy, no! Mondjad, na, nincs időm, akarom. Azt akarom mondani, hogy összepakoltam azt-azt el olyan holmit. Le kéne vigyem hezzátok, jó erős pincétek van, s! Komám, ne bolond is meg! Miket beszélsz? A pincébe akarsz a hábor elől bépakolni? Tényleg mindenkivel baj? Adod-e valami vaccinál, s a bajom gyűjjön meg. Na, s a másik az? A férgek úgy áll vannak a férgek szaporodva, akkor a mértékben, elszarabnak valamit, aztán zúgulódsz. Mit gondolsz? Az a drága, három színű bakmacska, aki árkoztult alatt-e? Mári három nap síratta, és én is, csak úgy, hogy Mári ne vegye észre. Jó, hogy én már a bakmacskátoknak tortán csináltatok, s temetést, na. Tomám, ne csúfam, de arroskodj a haladén, mert három szőrűbe. Ritka macska volt, macska abba, az olyan apa állat volt, hogy nem úgy a szomszédságon, hanem a szerennes a macskakölkeket ő szolgáltatta, koma? Ő szolgáltatta, tudom, hogy ő szolgáltatta, az egész szomszédság panaszolkodott, hogy a tabakmacskád, a nyestén macskákot addig gúnyolta, ványolta, hogy úgy elgyengült az egész nyestén macska, hogy férgészni és se tudott. Hát a bakkokot ványoljai, miket bár? Bakkokot ványoljai. Pisti és nagy panasz volt, te helyába magyarázol. Ugye van az a jó férgésző nyestén macskáik, azt mondja, hogy úgy tönkretette a tejét a bakmacska, a macskáikot, hogy úgy áll van gyengülve, hogy valamelyik este a macska bémelt, adtak egy kicsit aját, és annyi ereje nem volt a macskának, hogy gyalog a házból kimenjen, ki kellett vessék. Az a milyen macska volt, kölyökkorában, és jobb lett volna, na legyen. Jobb lett volna, hagyjunk békit most! És a másik pedig az, hogy itt van 20 méterre a szomszédságban a nagy háború, és én hallgassam, hogy a tabakmacskát hány nyestén macskát, gúnyos, ványos, hány macskakölyket szolgáltat. Na! Komam! Nem tudod értelmit venni? Hát hogy kezdem a költ az a macska? 16 éve, 16 és fél éve jobban mondva, annyit volt nálunk. Mindjárt meg bolond. Hallod-e? Minden? A másik az, hogy nem hiszem, nem emlékszél rá, hát ugye voltam három szörű volt, hogy említettem, a feketeség volt, a fekete szín volt több benne, a sárga szín a barna kockájától, mi a ködöke felé, és a tavatól a harvasina felé, a fehérség az inkább pirombak volt, egy-két fót. Hallod-e, komám, a szőreit számoltátok-e meg a macskátoknak? Jó. Hát az Úristen megfizeti, hagyjunk békit imma egyszer a macskának a szót tovább, ne szaporítsuk. Nos, aztán lemenjek ma vagy hónap, személyesen nézzel közt megbeszéljük, na, s a holmit leviszem el. Most én. Hát most vagy hónap, s hát azért, ha most viszem, és elkoran nem feküztök le. Még ő madatok még, hogy feküdjék le, no. Nem tudom, mit mondjak, no. Erős nem is értem, hogy mit akarsz, komam, mond az igazság. Mondom, hogy leviszem aztán ma vagy hónapra, és akkor nézzel közt kifájtam komolyabban a kérésemet, na, és akkor elmondom. Jó, na, gyeres, aztán megbeszéljük, na, Isten avagyunk meg, na, tegyed le, na, nyomjad ki, mert a basőtál, nem fájtam meg a basőtál, kérj, menjek, na. Ha, csak meg, ha nem fájtad meg. Mi van? Hallod-e annak a tehennek a tejből nekem egy liternig való tégy félre már? Ismerem én, tehát jó vastag teje van, most legyen nekem jó tej a háznál. Nem tudom megígérni, ne haragudjál. Mi? Táj ki van a szegődben, nem tudom jut-e. Na.
Allora miért ki nekem? Come nem úgy működik, no? Ne glassuk, no, hogy lesz-e, no, hogy üte, no. Lesz. Na most kell vegyek, no, nyomjad meg a gombot, hogy hol jön. Éne! Éne! Tá, no, már. Na, akkor én ugye le most letettem. Hogy tetted volna? Miért szólsz bele, hogy megrankodtam, azt mondtam, elmentél. Na, miért szólsz bele, hallom, hogy beszélgetsz, hogy miért szólsz bele. Na. Na. Hát megnyomtam. Na, melyik gombot meg? Melyiket az elsőt szoktam. Melyik színű gombot nyomtam? Zöldet. Megmondtam, hogy a veressapkért, a látégéskor megnyomtam. Bolondulok ezzel. Idá figyelj. Na, hogy végig. Én megfelelem a... Megnyomom a megfelelő gombozatot, és a kapcsolat megszakad itt és ott is. Na, na, kérd, menjek, na. Most te? Isten veled! Na, Isten veled! Hallod-e, mit mondtam? Hogy ne hallanám, na, megint megránkodtam! Mindjárt megzavarodom, mit csinálok én is? Jaj, meg te most veszem észre. Mit? Hát amióta beszélgettünk a telefonyost, fordítva fogom, fordítva beszélgettem vele is, én is ellenkezőleg nyomtam meg, na. Ha vettem is észre, hogy végetes végig olyan fordítva beszélgettél, hát én a macskátokat jól ismerem, a filetövén ekkora fekete pont, most te azt mondod, a legtöbb a feketeség volt benne, hát akkor elvéget beszélgettél te ilyen fordítva, hogy a telefonos fordítva volt, hát az erre miért nem figyelsz oda? Nem, az a kölyke volt, amiről beszélgettél, na most nyomom meg, na, Isten adjon, na. Na, rendesen írtózom, hely, vajon még ott van-e? Valamit meg kéne nyomni, nem is nyomok semmit. Már akkor megint kezd beszélgetni. Hogy megízettem már az erővel levittem volna. Hadd áll hónap, ma, s indulok is. Addig üsd a vasat, amíg meleg. Én ezt megtanultam valamikor fiatal korban. Most kell menni gyorsan melegébe, már most hón van, menjen fájni. Hónap oda mehetsz, azt honnan kapod, jövő, menjen faluzik. Kár is volt, lerakja. Azt mondja, hogy ez egyszer... Ide! Most hogy szerelek mindent vissza? Az ide, ez volt. Átfelől a hónyom alatt. Na csak még a pálca. Oda most a villont. Hogy nincs egy kicsi gyár meg kéne, azért sokat tudna segíteni. Hogy tudnám leoltani? Nem tudom, így kell maradjon igaz, amíg hazajövök, ha ég a villony, egy fél hónapi nyugdíj menjen. De ma nincs, amit csinálni, csak ezt mentsem meg, valahogy ezt tudjam megmenteni. Viszont látod az ajtót, csinálsz ki, Péter, az ajtót. Valahogy, az ajtót azért, hogy a meleg nem menjen, csak békére szereljen. Jó, hogy begyönyörű színe van. Hát, ez a Matilka milyen ügyes. De egy cseppet... Petyettesse meg, jaj, beszél. Hogy is mondta, hogy... Így, na, jó Istenem, mondjuk a maiak így járnak. A körmigyes fesz olyan piros, nem kell kézzel mossogassanak, s mégis annyit vaszarognak, édes jó Isten. Én látom a fiatal leányoskák, és egyáb sincs, hogy anyuka add ide, anyuka add oda. Úgy kiszolgáltassák maikot, hogy... Nem baj, na ilyen. Mondjuk egy cseppet én is arra rakulok. Arra. Adtász, hogy esen ezt a motoros szivarat, és ne csak... Hogy is mondd, hogy kell, meg kéne próbáljam csak nézni, nem tudom, melyik felét kell vajon meggyújtsam. Jaj! Úgy én megaltál az idegrendszeremet, nézd meg, úgy nem tudok visszaemlékezni egy csomó mindenre. Na most fel kell hívjam. Szegény két, hát zavarom is. Valamit mondja, Isten. Halló, szárusz lelkem, én vagyok Mári néni. Hát olyan, mit csinálsz, olyan rég beszéltünk, hogy... Igen, mondjuk a délelőtt kávéztunk, na igaz. Hallod, de látom, azért hittalak, hogy adtad ezt a motoros szivarat, hogy es kell? Igen, hogy kell meggyújtani. Jó. Akkor csak így szípom, s a füst duhat ki belőle, jó? Jó, na,
míg az istállóban van, megpróbálom. Úgy, úgy, hát, Istenem, na. Akkor hallod, akkor reggel aztán gyere kávézni. Igen, igen, igen. Á, nem tudom, nem lesz itósa. Igen, akkor a sütővel megígyük, ne búsulj, na, ne félj úgy, na. Na, Isten veled. Igen, igen, na. Ó. Olyan ügyes felhírni. Istenem. Hát. Hát, na, hogy es van? Próbáljam csak meg akkor. Na, valahogy megpróbálom, úgy ügyes lenni. Valahogy így, hát. Annyi mindent ad. Nekem ügyesen adták, hogy jön egy piros kalapot, és hát. Úgy érzem magamot, mint egy úriasszony, Istenem. Mit csinálsz te, úriasszony? Édes jó Isten! Hogy jöttél ilyen hamar? Nem mire jövök, Bihé? Hát, nézd meg szinte a táját alatt! Most én szintalányanem az szintalányanem, nézd meg! El nem tudtam képzelni, mi ült, s ki ült, egy nagy veres kalap, aztán, hogy püspök ültod a tá. Kétségbe lájt ezt, nem irányom ökbé. Úgy egyszer vagyok vigyújva a dologgal, tehát mindegy, úriasszony, úgy érzem magamot. Jól felvitt az Isten a dolgodot. Jó, még panaszkodsz. Szinte tányékül marad. Mari, te mit csinálsz, ami megfogtál neki? Ez azt mondja, el van emelve, mindjárt megbolond. Abban a szűk időben még szivorozni kell neki fogni. Hiszen a pénzed meggyűlte. Ezt azt ki kell próbálni. Ebben a helyben halunk meg, s nem tudunk semmit. Hé, hallod-e mit mond, hé? Ennél jobb dolgot, érted, de próbálod tartani, Marika. Ennél jobb dolgot. És máskülönben, kezdjük csak azt, hogy miféle szerkezet? Ilyen motoros szivar, na. Miféle? Így mondják, motoros szivar. Motoros szivar arra van benne? Jaj, te! A budzárod, ha megrázza, a szemeid a fejedből kiszeknek, tehát az áramot a fejbe belévezetni, hát... Meg a? Megrázhassa az állatot kap, már mindjárt beszélgetni sem tudok tényleg. Jó, hát inkább kóstold benne, hogy lássad, hogy miről van szó. Én? Apám még a sírból es nyakon ütne, ha meglátna, hogy én vénségemre kezdtem szivarozni. Nem itt talál ki, nem itt talál. Marika, aztán figyelmeztetlek, hogy most van tiszta új szájpadlásot csináltatva, ha véletlenül az a szerkezet a szájadba árabban, és a szájpadlást elszakassza, én nem tudom, mit csinál. Én többet a fogóidra nem áldozok. Nem kötök többet, még egy pipa arat sem a fogóidra, mert egy tánarába került ez a fogsor. Ha? Te veszi ma a szájpadlásomot, búsulod, sén? Te, tudod -e mit? Sén. Nézd csak ide. Jó. Olyan veres a szájad, te mintha, mint a disznó, amikor nem mondja, mit csinálhatnék. Hát, nézd meg, hogy dolgozik. Mari, ezeket a szerkezeteket, ezeket a motoros szivarokat, és a kárcákicéket, és ezeket a mit tudom én, miket. Te kitől szereled, Géta? Ide lázid, amennyit ül Matilkát. Olyan ügyes menyecske. Annyi mindent, az, hogy ügyesen tornászik. És ügyesen szivarodzik. Igen. És Marina, itt belé kaptad, te beügyes. És olyan hegyes, hosszús veres körmei vannak ott a Matilkának, hogyha maga elejbe tartsa, így né. Olyan hamis kutyát nem ismerik, amelyik nem tudna közelíteni, hogy harapja meg. Én láttam. Ügyes. Egyszer úgy dolgozó. De tudod, Emi? Eddig azt csináltam, amit mondtál, nem vártam sehova még. Szegényka. Most én egy cseppet kibontakozok, ide-oda állnak, s azt csinálok. Máskülönben Matilka mondta, hogy a mai világban fehér népek is jobban érvényesül. Ugye? Hadd el, Jánoska, mert más világ. Jó, nem irány írattam én meg. Éppen lehet látni, hogy milyen világ van. Éppen lehet látni. A hatalmat erőstától kezdtétek venni. A szemetek erőst kikezdett nyílni, Matilka. Na integes, lehet látni az Unikóba is. A kontyosok attól vették a vezetést, nem ilyen világ van. Na, tudom, valami én is oda kell üljek, vagy egy irodásba, bészerejön. Irodásba? Éppen a tejáncol, és a vor. Mari. Te
Ezeket takarítsd el, ezeket a dolgokat, s légy szíves, csináld azt, amit mi szoktunk, s amit kell, jó-e? Azt csinálom. Látom, látom. Mm-hmm. Most a kabátomot add ide, natapodjak elé, add fel, le kell menjek Tamáskomám, nézzem meg, hogy hogy van ma az, és bajba kerül. Mi lett? Mi lett? Megfüldült a múltkor, sajnál tanáré felé, vagy elébe belé esett. Jó. Ennyi látod, másfél óra ott volt, azt mondják a ganyéli alatt, a lábafejből ennyi látszott ki. Ügyelj, te is már, hogy büklök szám alatt a halományra, és innen vesztelek. Mi? Ott úgy lődörögtél, hogy ásbári halehát. Lődörögtem? Igen. Ah, hé, fogja a reán valamit legalább. Miért lődörögtem? Azért, mert aznap reggel minusz 10 fok volt, este plusz 10 fok meleg, és még havazós minden. Hármas front hatás volt, úgy meg szédítettek a frontok, a tévé mondta. Ó, ez a front, ez a harmas, vagy 13-as, ki tudja meg mérni. Ügyelj, ez a front. Úgy van. Na, ülj vissza erőst. Na, hát az elég, hogy említettem, azt kell csináljuk, amit mi szoktunk, és te is. Na, ülj vissza, már dolog van. A tyúkokat be kell rekeszteni, mert mindjárt tényleg vagyunk. A jókot a kárből be kell engedni az istahalóba, a bornyú a szopott, akkor kös hájra, horgyal be fát, és aztán azt csinálsz utána, amit akarsz. Szóval azt csinálok, amit akarsz? Azt csinálsz, amit akarsz. Na, nekem annyi mindent felsorolta, hogy éjféle lesz, amire elvégzem. Na látod-e, addig nem lesz időd az új dolgokkal foglalkozni, a szivaracskát cippogtatni. Igen. No, áll vagyok. Bácsú, fúl csinálsz, mi lett? Mi lett? Még kérdezett, hogy mi lett? Te jól tudod, hogy mi van velem? Olyan savam van megint te, hogy a fülemből a szőr téged így. Hogy mi lett? Menj, vegyél be zódapót. Legyek be zódapót. Igen. Istenem. Annyi zódapót megetettél, hogy két ló nem bírna el. Biztos. Mert egy kalányoslag már ebbé a helyet, hogy feludonad egy kicsi vízben. No? Máskülönben túl a konyhába kerestem a zódapót. És nem kapom, hol van, tényleg ott te csak a... Tettem a kamarába, na. No. Kamarába még teszek be a sötét kamarába. Hú, menj, vegyed be, annyit már. Nem, hogy most ezt idehoznád, hogy ne tessék, és vegyed be, küld azt, hogy kerestem ott. Hogy hozzam ide, úgy fáj a farcsok, ahogy... Fáj, ugye, na akkor kazáljad a szivaraiddal. Kazáljad. Keressem én az ódapot. Fér. Rossz kamarába. Menj, rossz kamarába. Egyek be simasztok, menj a blógodról. Nem látok semmit. Mária, az odapor hol van? Ott a felső pocon, abban a barna teás dobozban, amiben a kávét szoktam tartani, és a tetején azt írja, hogy só. Mi van? Édes jó. Nem kaptad? A kávés doboz tetején a tea, a só. Mindjárt megzavar. Semmit sem. Na tudod-e mit? Semmi nem kér. Köszönöm szépen. Semmi nem. Legyen savam. Ott szeretett, ha én rongolottam. Na, el vagyok mélve, mindegy. És a másik az a baj inkább ott, hogy olyan fűszeres elfőzöm, és olyan sósom, hogy amikor eszem, a fogaim csitorognak, tehát a szemem szikrázzik. Igen. Én is azt hiszem, semmi baj. Igen, attól van az az óriási, kimondhatatlan nagy savon. Igen, alig vagyok át, mindegy. Áll vagyok mérve. Menj, menj, no. Na, csak meg, ho-ho-ho. Amíg a Künti bajnok neki fognál, a táját túlviszem, szűrd el, nagy elfelejt. Jó, no. Ki van szegődve? Kinek kell? Nandinak 3 liter, Gyurinak 2 liter, Tamásnak 1 liter. S még Józsikomámnak is 1 liter kéne. Ha mennyit fájtél, annyi lesz-e. A Gyuréba tölthetsz vizet. Neki a gyomra nem kényes. Gyuréba. Jó, tudok az egész, bár tudok, nem különcködök, nem tetszizem ott ezt a vizet. Neki, állj szél ménkben. Nem. Állj szél ménkben, nem tölthetsz, vagy mi? Jó, menj, menj, na intézzed a dolgodat, én ma annyi ideje elindultál, hogy... Tehát el is kéne gyere, Mari, már a fér... Mi dolgot felsoroltam, kéne csinálni. Mindjárt meg, csak egy cseppet melegít ilyen bio. Melegítsen, szivarod az állam. Na. A úgy tüzálsz, hogy a tavasz van, vagy hogy mondjam. Meg vagy veresed, vagy csak a bordi, szültél, és... Na, ügyek ez! Mindjárt! Jó Istenem, kiment! Ugyes mondd, apró, jó, még egyszer húzom meg, akkor... Hallod-e, te szintet? Ugyet!
Jaj, nézd meg, hogy nem tudja hagyni, mint egy gyarkémény ajánlott vátki. Tedd le azt a szívodat. Mi vonna, melyek tényleg? Tedd le azt a szívodat, hát bizony Isten. Az értem, hogy a tehán bők a bornyú szorongasson, nos, ne menjek le a tiszta kabátomban. Jó, na elintézem, annyit ne adjuk a sventát. Hát... Ebben látom, hogy úgy intézkedsz. No. Ez ott a hely, nem lehet. Egy szemvillanot tartsa maga a rajta. Egy szemvillanot tartsa. Na megint. Hallod-e te? Ha. Nyárla! Nyárla! A szeretet, hogy szivarozó nyárla! Abba a házból száz éve nem szivarozott senki. Hát nézd meg vénységünkre, hogy szívjam a béla füstöt. Miért jöttél vissza? Azért jöttem vissza, hogy a vásoltán elfelejtettem mondani, gyengén nyívó, itasd meg, no, kéne ad meg vissza. Ima, ha ciára, ne hagysam egy kicsak, hogy ebben megmozduljak. Ne, hogy kiződült. Lehet már kimenni. Hogy náződült volna. Igen. Ha még egyszer megváltam, nézd meg, hogy puffan, hogy jöjjön. Menjünk. Jaj, édes jó Isten. Hát vele semmi új dolgot helyett, hogy dolgozik. Na megint még egyszer, akkor megpróbál. Haludé! Álpalált én mondom. Nézz oda, hé! Segítsák el anyám! Ejsze bogos vagy majtukas, nem menjél le, ugye Marika? Jól van, na jól van. Mindjárt megfolydik, hé! Egyszerűen, Mari! Mire jöttem én vissza, nézd meg mit csinál. Arra jöttem vissza, elvégeztél mindent. Főz puiszka, már meg vagyok ájulva. Azt mondják, hogy a puiszka kimondottan jó a savállán. Puiszka. Hogy marandottam a hurkával, és én most nem puiszkával. 63 asztándája, hogy hogy marandottad, ezek minden áldott reggel, és a legartalmasabb a savnak. Úgy, mikor hogy maradhatok ki, hogy a falra felmarszok, hogy marandottad? Hol volna, ne túlózna. Áll vagyok mélyvá, és aztán tényleg mire jövök, legyen elrendezve a hónap. Add el a motivumát, neki köszönhetek én, előttük végül. Istenem, mennyit? Ma esze elment, viszont Istenem. Nem lehet vele semmi új dolgot helye, addál is tálog, van én, amit csináljak, ahelynék. Kell egy, mit is mondott Matilka, kell egy szőnyák, törülköző nyakomba, kényelmes ruha, jó, csak oda hátulhagytam. Jó, Istenem, ugyan hallottam ide, porcikám még az ülésben is. Jó, akkor hozzam hátul a dolgokat, jó? Eszem már elment, jó? Jó, Istenem. Elment, jó? Hú, hogy ezt csináljam, hogy gyorsan, amíg oda van, már aztán legyen itt nekem hely. Mikor itthon van, nem lehet vele minden dugva félve, ha itt van, akkor hajjön, jó? Azt mondta, hogy egy szőnyeget így végig tárítek. Jó, hát ez a drága felhívnék nekem, akarja jó dolgot, jöjjön! És ezzel a Jánossal semmit nem lehet. Jó, ezt is az agy alatt kell tartsam, ne! Jaj, hogy faj mindenem, Istenem! Ugyes van, így felnyitom. Jaj, de se akar Isten, majd még meg kell nyomjam. Egyszer, így jó, így meg kell. Így, jó? Jó, ez a baj. Jó, édes drága, jó Isten! Hogy fáj a tomporam? Nézd meg, egy ideg szállott már miért csipet. Hadd nem leánkodunk-e? Vissza a dinamo gyorsan. Jaj, hogy fáj mindenem, és hogy fázik. Hú, édes drága, jó Isten, így ne. Jó, ne bajok, lényel. Talán kényelmes dolgok ezek, eh? Nos, akkor hogy es van, hogy oda így kell, az ügyesen jó? Akkor egy, kettő. Na, milyen názát tudtam meg tanulni, Istenem, jó? Na, nem látom. Jó! Mi? Jó! Jó! Jó, hogy vagy? Ja, mi passa? Jó, elébben nem tudom emelni fel. Jó, de sakos. Jó, lapockam, nem fáj a falcsukom, arra nagy bajás. Jó, de sakos. Hallod-e, koma? Jó.
Az igazsága, itt a verondába vettem észre, hogy jössz utána. Ott voltam a nyomodba, komám a hallásodba, a baj került a tavaly, és mondta, hogy tagadtad. Tamáshoz voltam rá, csak nem kaptam, hogy nagy baj lett, ha azt a nál mondom. No, gyere, üljünk le! Ijaj, édes, jóságos, jó Istenem, megbolondultál, nem irányjavak még, mit csinálsz? Jó, édes, jó Istenem, újjön! Megmondtam, akkor is teleztem, hogy csak inkább az életre. Júj, komaham, és édes, jó Istenem, hogy jöttetek tűnk? Jaj! Drága én! Nem irányjavak megint véhe! Komaham, azt szól levej! Azt szeretném mondani, hogy nem, de ő volt koma. Ha hallod, egy olyan érzés fogottál, hogy ilyen rég nem. Érzés? Na itt az érzés megvan, árul-e sarkas. Jó. Hallod, az erőm elmény. Gyere, ülj le, koma. Ülj le. Nem tudok mozdulni. Ülj le, látod-e, hogy én miket kell, attól éljek. Öregségemre. És az a mai nap a második. A második csapás nekem ez az életem. A második csapás. Szárusz, koma. Isten áldjon meg, komámasz. Ha nálunk jövél. Hát én ide jöttem, de én úgy elképettem, mikor ott meglehattunk a... Én most sem vagyok jó bálé. Tedd le onnat azt a... Tedd el azt a lopítóst, légy szíves. Azt mondta, hogy eltakarított az életrőmet, én tudom, miket lehet látni bennük. Jaj, nézd meg az erőm állni. Nézd meg. Nem hittünk a szemeinknek, te Mari, te mivel foglalkozol, és megint minek fogtál neki, azt mondja. Valamilyen tornászféleség úgy hívják, hogy Pilátusos, na, s Matildkától tanultam. Megint Matildka. Kikféle az a Matildka? Aki az életünket tönkretette, komba. Ide le az idaménye. Az Ignaasznit való? Hát az 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 őménye. Többet egy szót sem szól róla. Annak a megyecskének én kétszer-háromszor az úton egy olyan mozgását láttam, hogy menj csúristen. És Ignác komám egy akkora óriási panaszval van iránta, valamelyikszer a miséről hazajövet végig az panaszolkodta, azt mondja, hogy a lakadalom ajándékpénz 2-3 nap alatt el volt pazarolva, prédálva. Azt szapor a fehér nép, ezt hallottad-e, Marika? Te hallottad-e, hogy kivel fogta a kezet? Ezt hallottad-e? És akkor mi van? Hogy mi van? És miről beszéltél? Milyen Pilátusról van szó? Mit csináltál? Mondom, hogy ez egy ilyen tornászféleség, s így hívják, hogy Pilátusos nap. És oda járnak egy ilyen, mit tudom, közösség vagy, mis utána olyan jól érzik maikot. És ezt még imádkoznak, és vagy. Most én nem, bájban nem tudom, mire lényeget. Komám asszony, miféle Pilátusról van szó? Ne haragudj meg, de ebben a korban más vallásval foglalkozni, hát én ma teljes 81. esztendős vagy, meg kéne maradni abban, mivel születtél. Nektek az eszetek állva mélyen. Tük a tornázást a vallással keveritek, majd aztán veletek is van baj elég. Még velünk van baj? Még azt mondja, velünk van baj, nézd meg. Jó, hely, a legalábban, megyek le a polibótba, vasárnap. Menj innet valamára, menj innet valamára, Mari, légy szíves. Mely a polihoz menjen? Az fasz polizik. Nem, no, polibótból, ide lenné. Na most értetted-e komolyan, hogy miről beszéltem? A papát kell meghalljon, hogy valamivel belé hallod. A szégyen öl meg abba a hájba, koma. A szégyen. Mondjuk, hogy abban igazod van, már ugye te egyháztanulatosos vagy imma a 62 esztendeje. Milyen 62? 63 éve múlt a tavaly őszön, hogy ké felkértek, jól emlékszem, Katalin után kértek fel, komam, 63. Így menj el, hát a tavaly mondtad el, hogy Szentmihálykor kértek fel, komam, ezzel visszabeszélsz, ne haragudj meg, itt nálatok bán baj van. Ezzel kell válsz valamit, hogy lett volna Szentmihály? Jól emlékszem, egy porka hó volt, s Katalin után voltunk, nos, máskülönben mindegy, olyan egymáshoz közel van a két nap, hogy mindegy most. Mi van közel, hogy van közel egymáshoz, komán, amikor két kerek hónap a köz? Hát szeptember 25-től november 25-ig mennyi van? Komán, az most nincs, amit osztani most egyáltalán. Ha valamibe beleállítsak, a faluból el kell kötözzek, arra te gondoltál-e? Valami.
Hát mondjuk az igaz már, ugye mind az imént beszéltük, de elég főt használ a zsorsoltal, a papnak, ha félbet őket, a tisztségedből félmént, az egyszer biztos. Isten mencs, abbájban nem tudom miért. Annak jobban utalnak kéne nézni, hogy mibe kavaredett komolyan, hogy mit lehet csinálni. S aztán nem akarok ejesztegetni, de a pap, ha a falu népe szájából tudja meg ezt a hírt, tudod milyen a falu népe? Az egyik ezt teszenhez, a másik azt teszenhez. Szavaztatővár. Kifigurázzak, az is lehet, hogy már baj van. Mennyiak. A múlt vasárnap a pap bácsi a misén erős nézett az egyháztanácsosok felé. Hol ültél? Komolyan 50 év ott ül. Hol? 50 aztán beje. Balról a harmadik padsorba Tamás, Jakob, én, Standi. Pont tégedet nézett a pap bácsi. Mennyiak. Véget és végig, s a misa alatt erőst komoly volt. Erőst? Erőst komoly volt. Új, na, hát egy papi ember az oltalon kacagjon egy komolyan. Szelidább szokott lenni az ábrázatja, na helye abba mondod, hát ismerjük jól, ima hány aztán, de itt van. Tovább nem mondva, mindjárt megzavarodok, hogy az imént is mondtam, hallod. Azon kéne gondolkozni, hogy mit lehet csinálni komolyan. Mit lehet? Mit lehet csinálni? Azt, hogy kell szedni a sátorfalat, gyorsan le kell menni a papbácsihoz, s szemtől szembe elmondani négy szem közt, hogy mi történt, hogy ne a falu népe szájából tudja, meg a papbácsi is jobban jársz. Komolyan, így kérletné. Mire? Légy szíves, értem. Menj le a papbácsinkhoz, a plebános úrhoz, s kerülgető szavakkal jár törbe, mit tudsz, mit nem, s valahogy el kell simítani, értem, tennek, komolyan? Hát te most mire gondolsz, komolyan? Én 88 évesen menjek le a papbácsink elejébe, s mondjam el neki, hogy a 90 éves komolyamnak a 84 éves felesége reált Pilátusra. Jaj, ne ezekkel a szavakkal, komolyam, én Isten nézze, finomabbul, valahogy. Finomabbul, s a másik az, hogy az ember tényleg annyit megeskéne egymásét tegyen, és lemehetnék, de tudod jól, te is, hogy egy rövid időt én is egy háztanácsos voltam, s ott a persejpénzvár történt, ami történt. Itt meg nem voltam hibás. Tudom, eleget akartam hájrázni a helyzetedet, de nem hallgattak rám, na gyanakúvak hallod, gyanakúvak. Így meg, hogy nem voltam, rám fogtam. És most a papbácsi elejébe kerülök, azonnal örökké hozzáállni a persejpénzt. És más különben, én 88 év alatt megtanultam, hogy én más családi gondjába, bajába nem avatkozom bele. Te menj le, te tudod, te láttad, komolyamasszom, mióta már edzik ott intézzed. Azóta láttam, amióta te. Nekem nincs lelkerőm lemenni a plebános úrhoz, s a szemtől szemben neki elmondjam, komolyan, mert te abban mondod, harítod rám. Ha nincs, akkor. Hát de komolyan, mert ilyen félvarról, na valahogy el kéne ezt rendezni, és gondolkozzal, na, hogy mit tudunk csinálni, na. Valami egyebet kéne elműválni. Mit tudunk csinálni? S hát hagyd, még, ha valami nekem bévillant. Lemész. Én biztosan nem, hogy menjek, most mondom el. Hanem hallod-e? Annyiszor mondtad, hogy hogy rekaptál a telefonosra, s a papbácsival is hányszor beszélgettél. Egyáb nem kéne, csérgáss meg a papbácsit, s telefonosban nyugodtan, kacagva mondhatod, a szemek közé csalálhatod. Igazad van. Én te hívom, most te beszélsz vele. Én biztosan nem. Az sem. Ne tárhálj engem a telefonjálásból. Úgy gyűlölök telefonjálni, hogy ne tárháljál. Nincs mi csinálni, fel kell hívni már. Hogy szembesülök? Csak meg egy pillanatra. Jól látok, nem hiszek a szemeimnek, hogy meg tegyek négyes lőt. Jól látod. Mert én ezekkel a zsabtelefonokkal végeztem, hogy hívják őket. Ott tavaly egy bájásított a gonyérébe, parhátát fájtam a tahán, kiesett a zsabénbe, párszá jobb a hájberrel lépett a tahán. Hallod, a régi telefont elészereltük. Takarős. Ezek a fiatal emberek úgy beállítottak, ezek a szakmabáliák. Jól menjen, úgy menj, mint az óra. Takarős. Na, ez a régi fajta, de jó. Hallod-e, koma? Azért szöktem úgy fel olyan hirtelen. Tudod-e, hogy engemet ez a telefonos mire emlékeztet?
Milyen este? 30-40 esztendeje? Hát jól tudod, te is a kollektívába együtt sokat jártunk. A régi kollektíva irodalba volt pontosan egy ilyesmi telefonos, úgy visszahozta az emlékeket. Csak aztán a vége felé valamára a telefonos eltűnt. Pont olyan volt, hely. Hát ám volt. Milyen? Hát akkor hogy került ide? Került ide? Na, én elmondom, hogy került ide, csak aztán a vár. Mi? Hogy is kezdze? Ha visszaemlékszél, én a kollektívában örökké egy holmazőt hátizsákba jártam örökké. Emlékszik. És ugye volt a változás, mert amit ezt a telefont én annyit néztem, úgy tetszett ez nekem. Mikor volt a nagy változás, a nagy kalamajka, ugye, sokáig ment, aztán két nap olyan volt, hogy a papírok kiszálltak a levegőbe az irodába. A legnagyobb zűrzavar volt kalamajka, de én figyeltem, a bicskát elé kaptam, a zsinót elvágtam, megfogtam a telefont, belé a hátizsákba, és akkor kerestem én is a telefont, hé, már egyből hol a telefon? Én is, ha, így, hú, hú, kerestem. Igen. És jól visszaemlékszek, komám, hogy körülbelül 6 óra hosszat ketten is kerestük, mert ugye mindenkivel kerestették, és amikor mi ketten kerestük, akkor neked a telefonos a hátadón volt. Ott, a zsávát is. Ohé, és még délkor, jól visszaemlékszek arra is, amikor ettünk, azt kérdezte tőlem nagy komolyan, hogy véletlenül a telefonos nem én tettem el. Komám, itt elvédtem magamot, már ját itt vettem. Mondom, kiderül a szigorom, zárviszek. Este mentem haza, mártam haza menni, este jó már szürkület volt. Hamar be a csűrbe, de a víz ijjett le rólam, ne. Hamar be a csűrbe, az odorba, szén alá bétettem, 20 kerek aztán dőlt róla. Sonnan telefonáltál a szén alól? Nem, no. Szén alatt, hogy telefonál. Áll volt dugva, néha nyilván vettem elé, lefestettem, hát ne. Hát ilyen pirosas barnás volt. Hát az, az jól emlékszik. Úgy visszahozta az emlékeket, komampai, mikor volt az? Egy is márt. Mikor volt az hely? Nem most volt. Na, úgyhogy ennyi volt a telefon. Hasz, stekerős. Mi? Stekerős. Stekerős, na hát. Na, így volt a telefon, hol csak elválasztam. Jó, jó, de hallod-e? Ebben nem kételgem, amit mondta, már jól visszaemlékszek arra is, hogy te örökké a kollektívában minden reggel egy nagy üres hátizsákba jöttél be. Délután egy olyan hátizsákpakba jöttél ki, hogy úgy is volt, hogy a kapu közt így nem tudtál kimenni. Fokra súrlódtál így valahogy ki, ne? Azt mondta a közös. Én az enyémet próbáltam az a horda. Na te onnan a részt kihoztad. Az egyszer bíztos. Ne, komám. Komám, azt is tudom, hogy ha egyáb nem volt, amit a hátizsákba tegyél, sillóval is megraktad. Ó, menj el, valamit még talál ki, na hát. Egy bornyutonnak tartottál a sillóval. Ó, na, állj, mindegy. Állj, még, na már most egy kicsit oda kell figyelni, mert most fogok vissza ez a telefon. Milyen is az élet? Az élet. Mit dátunnak ki, a 40 esztendő? De látod, egy kicsit. Hát tekerős, ne itt van a kórja. Az is megvan még a tekerője. Mindjárt, annélkül nem megy a nám tekerét. Érte, valami magnosok vannak benne, vagy mit tudom mik. Lápkék, azok hajtsák meg a szalmat. De mit akarsz itt? Na itt van a villany szalmas, itt minden van a nám. Van egy lop, fúl, melyik. Aj, meg no. Azaz, ne. De látod-e? Ide le van írva nekem erre a lopról, hogy a telefonszalmoknak, hogy fejezzem ki. Itt van az előjáróság, az üzleték, a koma, mindenki. Na, most az előjáróság nem érdekel. Komám, le van írva, ne látod-e? Itt van a polgármester, rosszul van, ne látod-e? Ő többször kell megtakárni. Na. Hát most hagyd békit, őt ne takárd most. Nem úgy te, hanem hív, nem hogy őt akarom, hanem a plebános keresd. Hát akkor azt keresd, no. Hát ő az első. Akkor a közbirtokosság elnök, ne látod-e, Anna virágüzlet és őt hatszor, neho, ne, látod-e, plebános úr, mert így van így bírva, plebános úr, őt háromszor kell megtakárni. No. Takárjad meg! Ne látod-e, de két tudod ide bényom, így bényom, hogy így reafogsz, jó stabilon, nagy lesz, mondta, fontos.
kell szalamulni, te is szalamuljad, hogy nehogy több adták el, mert közben okot, hogy urassát menjél, akkor még rögértek el. No, jó, jó, jó. Azt mondja. Ha, jó. Ha az ötnél jársz, a püspököt hívod el. Öt volt. Hát öt. Mi nem szalamulod? Kértelek, hogy szalamulod, akkor kettőt visszavázod. Hát ez egy háromig át tud szalamulni. Nyaki, de hát no. Nem olyan könnyű, no, vissza. Mit mondod? Hát ahogy még nincs. Ott ennek hosszú az útja már, ugye az takarős, de még a narva jó. Ha! Haló! Plebános úr, magával beszélek-e? Haló! Haló! Mint a pincéből beszélgetne, mondja hangosabban, na már a hallásom van, nem a régi. Pincéből beszélgetne, hát a zsinóra fáját tátányi van, ó, menjen! Én nem szólsz, látafokor. Most jobb-e? Ha, hogy legyen jobb, ha pontosan úgy a tátáim, csak a másik filednél, hát a hang hágóra nem tud menni komolyan. Miért nem mondod, hogy fordítsam lána? Hát mindent én mondjak. Haló, plebános úr, magával beszélek-e? Igen. Jó, te kártyuk. Na, hál' Istennek, no. Én vagyok János bácsi, az egyház tanácsos. No, dicsértessék a Jézus Krisztus. No. Mondjad, hogy énes dicsértessék a Jézus Krisztus. Énes dicsértessék a Jézus Krisztus. Hát de nem úgy, komolyan, no. Hanem az én köszönésemet és odaadtam-e. Hát jó, na kicsit várjál, de nézd meg. Itt van Józsi komolyan, üdvözli. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus kétszer. Jó-e? Az utolsó én vagyok. Az utolsó én... Hogy volna? Tátottál az első volt a komolyan, hát hogy nem lehet egy annyit legalább tisztességesen elmondani ennek a papi embernek? Hogy vannak plebános úr? Milyen, hogy vannak? Hát ő egyedül van, hát tudod, jó, ezen még vitatkoztunk. Hogy van egyedül? Fasz valaki ott van. Hát az egyik halálása tettél lenni, a másik misét írat, jó, hogy ott van. Gyorsan mondd újra, hogy egyedül, hogy van, már bekarapszik. Egyedül a többi nélkül hogy van? Na. Jól van, na hála jó Istennek. Mi hogy vagyunk? Azt csak mi tudjuk, plebános. Azt csak mi tudjuk, ezt jobb lett volna lekérdezz. Azért is hívtuk fel, mert az én hajlékomban, családomban gyakorló baj történt. Plebános úr, én nem tudom szavakkal kifejezni. Mondjad meg. A helyzet az... Mondjad meg. Ó, jó, na csak tudod, nem olyan könnyű, papi ámbére. A helyzet az, plebános úr, hogy én mondom esnál sokat nem. Egy olyan dolog történt, érti? De amíg eltérek a dologról, mi jut a szénbe? Ágostonkom a napokban tudott-e beszélni Ágostonkom a magával, nem? Úgy kereste a felmenőjét, misét akart íratni. És nem kapta a honom, úgy meg volt áradva. Tégedet most mit érdekel, Ágoston komolyan, mit keveredjél bári, mikor nem azért hittük a papbácsit? Én tudom, miért keveredjél bári. Ugye udvarhára ért Ágoston haza, s a felmenőjét misét akart hírat, és nem kapta. És itt hagyott nálam 50 lányt, és azt mondta, hogy aztán menjek le, megkért, és mondasak 3 misét a felmenőjé. 3? 3. Aztán még megpótolod. Én másnak a halotti misét. Megharagudjál meg, komolyan, én nem pótolgatom. Én leviszem, és amíg üti a pénzből, addig mondja a misét. Akkor a prédikáció végével lehet jönni haza. Aztán én mit csinálok, én tehetek erről. 50 láj, 3 misét, 3, meg miféle? Tudod, Ágoston örökké húzta. Húzta, húzta. Azt mondja, még számított, azt mondja, lát, hogy még egy 10 láj visszajön. Jó, nézzünk ki. Akkor nem kaptál, ugye nem? Mindegy, itt hagyott 50 lát, azt mondta, hogy vigyámlás, mondjon 3 misét, de én leviszem, és amíg éri maga, mondja, és aztán. Na csak ezt így zárójálba jegyeztem még. Nem azért hittem, plebános úr, nem azért, nem az a fő, ó. Mondjad, hogy komalmaszomból kifolyólag hittad. Komalmaszomból kifolyólag hittad. Hát, nézd meg mondatod. Hát, hogy nem mondod, azért hittad. Hallj meg egy kicsit. Plebános úr, siet-e való már rá? Nem? Na jó, na már, látod, hogy egy cseppet hosszas leszek. Hallj, plebános úr, többet nem kártelek. Mit gondol? Ha nem egyáltalán?
A családomban egy baj van. Marival bolykány. Nem biztos, de az, szinte az. Maga valamit vette észre a viselkedését. Mit mondott, hogy miben van bennetá? Úgy mondta, hogy reálod pillanatusra. S azt én hogy mondjam most neki? Hát így, reálod pillanatusra. Jó, hogy menj nyárkóban. Mit gondol valami vallás felébe beléjárt? Hogy mit csinál? Tormász is imádkozik le, valós. Belé vagyunk komával betegedve, mikor jöttünk mi, rajta fogtuk hajjai. Mikor rajta fogtuk, így volt, ne, mikor bejöttünk, vagy nem lass a telefonoson keresztül. Komával belé vagyunk betegedve hajjai, nem vagyunk jó belé. Mondd meg a papácsinak, amikor rajta fogtuk, komálmasszonnak mind a két lába, derekán fejjel volt. Amikor rajta fogtuk, mind a két lába a derekam fejjel volt. De egyedül volt. Egyedül volt. Na. Igen. Állj meg, na. Inkább azt hajtok, most térj vissza arra, megint kérdezed, hogy a misén a viselkedésén valamit vette észre. De ezt fejjel, ugye, inkább azt. A misén a viselkedésén valamit vette észre. Mag ugye fejjel jobban lassan lépett. Úgy. Na. Gyont minden, és nem vett észre semmit. Kérdezd meg, mikor gyont. Kérdezd meg, mikor gyont. Én azt kérdezd, amit én kimondok. Mit mondasz, öröki? Tudod, Gyula, amikor én valamire erről is figyelnék, és beszélgették, ha valakinek én valamit mond, én mondom utána. Volt nekem egy ilyen hagyatékosságom. De mit mondod azt, amit én? Hát nem ezt kellett volna mondani. Akkor mit mondjak, a pap mikor gyont? Vagy mit kérdezzek, hogy a pap gyont-e? A pap kinek gyónjon? Komálmosszon-e? Jaj, hogy Mári, hogy... Hát ő! Aj, még ne csak... Nem olyan könnyű tesz fel. Gyont-e Mári mostanában? És valamit vette észre, na erre akarunk kitérni, hogy... Úgy. Igen. Gyont minden, és nem vett észre semmi. Levános úr. Miért buszál, ha kettán vagyunk? Csak soha nem lehet tudni, mikor jövő vagy ki jövő. Hova? Na akkor. Na, állj meg. Levános úr. Most az egyszer kidegyen kivételt jó-e, és legyen szívás. Sos senkinek nem mondom el. Amikor Mári gyont, maga nekem gyont, mondjál, hogy mit gyont. Jó-e? Sos senkinek. Nem lehet! Egy kivételt sem lehet tenni. Ne haragudjon meg, hogy erre vettem ettem, és azt kértem magától. De ma azt sem tudom, plebános úr, hogy merre folyamodjak, mit csináljak. Vénységemre valamibe beléjál, a faluból el kell küldözni. Úgy, ahogy mondtam az imént, rajta fogtuk. Igen, itt tornászott a szemünk előtt, még azt elfelejtettem, hogy a lapítósból Lapítós Nesztás egy illető az utasítást adta. Igen. Hogy mi volt? A nyaka körül volt egy törölköző, és alul nem mondom meg mi volt. Nem, le is mondom meg. No. Még annyit akartam, csak szégyellettem kimondani, úgy emlékezünk komával, hogy kérdeztük, mit csinál, mi az. Azt mondta, mit gondol, hogy Pilátusra. Igen. Izen is volt, igen. És a kaorja, aha. Pila, nem Pila? Pifér Pila a tisze? Lehet. Nem jól értelmeztük. Azt is autón keresztelték. Pila a tisze. Aha. Szóval úgy. Azt maga most komolyan mondja, plebános. Tudtam én, hogy nagy a baj. Igen. Hallod ettem. Ugyan bizony. A plebános úr azt mondja, nincs akkora nagy baj, ha nem egy áptál. Hogy nincs a, nagy baj? Hát a Pilátus, nem Pilátus, na vagy ezt mondta, Pilátisztus, az egy ilyen tornaszas volt a dolog, az a neve. A fiatal fejénépek tornaszas. Azt akkor komálmasszon neki így meggyónta? Azt nem kellett így meggyónja, hát a papesja. Hol van? Tornaszni. A fiatal fején népek vár? Hát fiatal fején már is jár. Nos, azt mondja, még sokan jár.
tudom én. Legonosul. Maga járjon tovább, les. Legyen szívás. De azért ma itt félszemmel figyelje, ha akar mit kitárik belőle. Legyen szívás maga figyelje. No, ne haragudjon meg idáig feltartottuk. Bocsánatot kérek. No, dicsértessék a Jézus Krisztus. Legyen szívás maga figyelje. És aztán viszek le a táját. No, dicsek. Viszek le a táját. Csak máskor a papba csinálok, ha a táját viszel, abba vizet ne tölts. A tétbe töltsák egy. Ne! Na. Szegény a múlt vasárnap és a miséről ki kellett fusson. És abból a ruhából olyan hirtelen levetkezni, láttad-e milyen sápadtan jött vissza? Hát azon mi gond van? Addig a gyomra megszokhatta volna. Egy fél aztán táját tőlünk hordja a táját. Komolyan. Igen. Vagy a vizet. Vagy a vizes táját. Vagy hogy mondja. Megszokha. Na de álljunk csak még egy kicsit. Annyi ilyen-olyan elhangzott, ha nem egyen, Mari, hát komolyan, én most jövök létre. Mi van? Hát én naponta fejek 8 kerek liter tejet. Abból 6-ot viszek csarnokba, és még 5-öt Mari kimér. Mennyit? 5-öt, 6-ot. Én amit kértem tejet nem igényelem, adod a másnak. Ha miért? Hát nem kell. Nem kell, meggondoltam, most nem kell. És a másik... De az is lát, mástól szegődök tejet. Hagyjunk és békít a tájnak és mindennek, na látod-e? Ez a baj. Én akar, mert az én bajom van, ha ide jövök, örökké ezt csináljátok. Márikom álmosszon így, Márikom álmosszon úgy, veritek félre a rongot, és az én bajom, gondom nem tud érvényesülni. És mi ennél nagyobb baj, komám, hogy a hites feleséged veszélyezteti az egyház tanácsosi tisztségetet tagságodott. Mi ennél nagyobb baj? Ebből nincsen semmi baj, mert látod, hogy a papbácsi is elmondta, hogy nincs vele baj. S nem is kellő mondja már, ismárjuk én már egymást ennyi időn keresztül volt idő megismárni. Jól visszaemlékszek, még fiatal házasok voltunk, és akkor is eljártunk örökké karácsony előtt a hajnali misékre, a rórati misékre. Még most is látom, érzem, te ugye akkor nagy telek voltak. Az út sík volt, sötét volt, komávasszonval mehettünk a misére, jó szorosan megkarolt, úgy megkarolt, s úgy mehettünk, nem estünk át. S én hol volt? Erdővágni. Na tudod én mit? Ezt nem kellett volna most eléhozni. Azt ne boncolgassuk, mert az... Mindegy, az ártált. A baj nem itt kezdődik, komám. A bajok ott kezdődnek, hogy kezdtek lövődözni, puffogtatni ára, arra, jobbra, balra. A háború itt van a nyakunkó, komám. S nem akarsz tudomást venni róla, s valamelyik éjjel, olyan 3 óra után hallottam, és valami puffogtatást. Jó. Jó, jó. Komám, ne kezd légy szíves a háborút. Most nyugodtam le a vírus után, a vírus nekem elég volt. Ne háborúz, légy szíves. Hányszor elmondtam, hogy ne kevárd össze a háborút a vírusval. A vírus egy hazugság volt, látod-e? Hogy kiderült, hogy költőkre már úgy belé volt a kösönköd, vagy a vírusba szinte belé volt a fej, nemes volt igaz. De a háború igaz, azt mondja a komám, az orosznál egy olyan felkészültség van, akkora mértékű felkészültség, hogy Putin egyet gondol, mindent lesepel. Menjál! S ez is igaz, már valamelyik éjjel nekem, éjjel álmomba Putin megjelent. Mi csinál? Hol van Oroszország? Az oroszlának. Hol van Oroszország? Putin álmomba ide jött. Ezt a mit szólsz? Mondod, na, hogy... Mit? Hogy láttad, mit láttad, na? Nem, már remegek. Mit gondolsz, a tányékvál jöttem be a hágon egy szakárfával álmomba? Soha. A kőgrádi csalat, mikor a kőgrádi tetejre értem, hát a kőgrádi csalat, Putin velem szemben egyenesen ne! Hát az milyen egyenes, komam, ne haragudjál még. Így. Én eleget kihúztam magamot. Igen. Komam, a tányaim úgy megijedtek, mikor megláttak, hogy a szakárfát egy metret hágóra visszanyomtak. A hízbáli tányémet ismered, ilyen két szemet duhoztott, s ilyen oralika lett, nem mikor Putin meglátta Putin. Látod egy marha is, hogy respektálja? Hallod-e, egy olyan egység járta attól, hogy ezeket elmondani nem tudom. Pedig aztán másnap gondoltam már, hogy éppen úgy nem kellett volna akkora mértékben megejegyek. Hát
Tetája úgy bé volt hálózva vékonysággal, hogy nem volt ő ott, hogy lásson semmit, értette? Tetája. Még elékes voltak, nem. És a derekába? Derekába volt egy nehány vastag, már derekába szoktam tenni, faragni valamit. Hát úgy, úgy. De azt nem volt ő, hogy lásson. Tehát? Miért éltél új meg tőled, Putyin nem árdítsz? Mondjuk ebben igazad van, én ezt elgondoltam, de amikor én megláttam Putyin, nekem hirtelen én az a tudat jött bennem. Azt láttam, hogy most veszed el tőlem tehány szakarás facs mindent, hogy melyik nem tudom. Na, hogy még ne azt mondd, hogy árdjon, nem. Szót vagatotta a levele, bíztatotta, hogy lesz a vége ennek a háborúnak, miért, hogyan, na azt mondjad, mit mondod? Hadd el szóváltás! Arra ébredtem, hogy az alsorkán ültem, és a hátamon az izzadság úgy áraklott le a víz, hogy a gagyámot az izzadságtól ki lehetett volna csavarni. Megharmod, felébredtél, hát! De állj meg, no! Legalább láttad, hogy milyen ruhában volt. S hát én éjjel álmomban, hogy nézzem a ruháját, mikor éjjel megéltvám. Azt se rá. Még ha nem éltem volna úgy meg. Hát ő is fontos lett volna. Marinak az egyik nagyanyja, nagyállom fájtő volt. Kezdve tudni, hogy pantalóránban volt-e, katonaruhában volt-e, miben volt-e? Na, katonaruhában volt. Tényleg baj lesz világban. Ha salapétában volt, ugyanis baj van. Már baj van. Egy orosz állnak, hogy vegyél fel salapétát komolyan. Hát az erdőre vehet salapétát, hát az erdőn láttam, hogy nyakkán dől a nem, a hágóba. Hűhé! Hagyjunk békítelem, már úgy felidegesedtem, hogy mindjárt ülni nem tudok. Hát én látom, hogy úgy fel vagy idegződve már rég, de hallod, hogy ennek a hatására, vagy mindenki, ugye telefonosan mondta valamit, hogy lehozol, de nem is értettem egészen ki, hogy miről van szó. Hallod-e komolyan? Ma négyszerűen közt elmondom, egy életen keresztül engemet zsenérozott, hogy tudtam én azt a bás lakháját megvenni, ugye teljesen északt lakunk, legfeljel mi lakunk, és én hogy tudtam építkezni, milyen meggondolásból, ezt soha nem tudom, én nem tudom, na, hogy történt, nem tudom, hanem hallod-e, amióta aztán ez a háborús dolog elindult, azóta, mondom, az előtte zaklatod, de azóta nem tudok aludni, nincs nyugodalma. Hát gondold el, ha teljes terjedelmében elindul a front, éjszakon, teljes éjszakon legfeljebb mi lakunk. Ha elindul a front, a legelsők mi vagyunk, koma. Ó, menj el, koma, miket beszélsz? Hát a te északi házad hol van az orosztól? Ott van a hágó, ahol láttad almukban. Ott vannak a hegyek, az erdők, hol van Oroszország, Istenem? Igen, csak az orosz a hegyet nem lövi, annyi esze van, s ha jönnek, a legelsők mi vagyunk. Mondjuk az igaz. Szót se szólnék, ha te laknál a fejás, én alul, szót se szólnék. Akkor én volnék itt, vagy mutas itt vagyok. Koma, állj meg, na. Ebből kifolyólag, ebből a gondolatból én körülbelül egy két hete szabad időmben a fontosabb holmiaimot, értékeimet összepakoltam, s lehoztam az Úristen megfizeti a pincéteket, ismerem, s oda egy sarokba szoríts be abba a pincébe ezt az értékesebb holmiaimat, hogy mentődjön meg legalább egy annyi. Ha nekünk valami bajunk lesz, ez csak az mentődjön meg. Nekünk valami lesz, ez csak az mentődjön. Hát, hogy mondjam? Hát jól van, komolyan, nem mondom, hogy látom, hogy meg vagy elsztegetődve, de nem látok semmit, hogy hoztál volna, se dobot, se semmit, hogy... Itt van az ajtó előtt, a lépcsőkön hagytam, itt van. Itt nálunk az ajtó előtt? Itt. Hát a kicsi kutya szabadon van, most kíváncsi, a piszti kutya. Jaj, miért hagyjátok a kutyát szabadon egy udvaron, hogy én ezt gyűlölöm, mikor valahova megyek be, és a kutya fut szembe velem végám. Nem harok még, hartalmas. Mindenki azt mondja, hogy elanyúgultam, nem harok meg. Nem is házad. Nem. És a múlt nyáron így voltam egy Pisti komáméknál megharaptatva. A kutyája megharapott, s Pisti akkor is mondta, hogy arányúgultam, már nem harap meg. Hogy harapott meg egy akkora kutya? Küssebb, mint a mény, te a Pisti. Akkor a feje van szajos is, hogy harapott meg, te. Úgy megharapott, hogy Csíksomjót két hetet jártam a fertőző osztályt. Az menyád voltak. Ó, menyád. Szabadon van-e?
Szabadon, 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 na kíváncsi! Ó, én a kell szabadon tartani, azt nem értem meg. Én nem mondom, nem haragnak. Akkor menjek ki hamar. Jó, nyom. Jó. Na, maradj itt. Itt. Azért pattogtasnál ki, mert hercseg a kutya. Pattog, hogy nehogy megharag. Nem harag meg, csak ne láb meg, no. Igen. Így pattog, kusz, használati. Jó, magasnak akarok. Kezdj a farkán csongorgatni, és nincs baj. Nincs. No. S ha nem, akkor megharag. Súgy. Maradj, jövök. Jó. Egyszer. Édes jó Istenem, hely. Itt van menet, hely. Kostina! Jaj, kutyarról lép. Come on! Fú, a hábor elő menekül, hezza, Mari tormaszik, ti a világ vége, tényleg baj. Ott volt szaglászta, látod el? Kíváncsi nyomorú, kíváncsi, gyere segíno, vegyed el ma lipot. Nem itok, hé, hallj meg, idása fél. Nem áll jól, már az nem egy fajon náz. Mi van benne? A főd szerződések. Hát annyi földem nem volt, ne haragudjál meg, koma. Nem a föld van benne, nem a szerződés se ilyen. Ha értem én. Vegyed el azt is, ne. Az? Vegyed el azt is, no. Ilyen fontosabb papír nemű. Anyakönyvi kivonott azhoz? Az, telekönyvek, a lakás telekönyvek, srácok, birtoklevel, minden benne van. Hanem hallod én? Ebben a kúférben van a legértékesebb dolog, komám. Vegyed el, és az asztalra tett fel, azt még a széltől is óvni kell. Még a szél se lebbáltsa meg egy olyan érték. Az asztalra? Az ajtó tett be, és az asztalra tett fel. Teljettél be, miért nem teszik? Hát az kezem, a két kezem, ha teli van, hogy tegyem? Hogy leköltöztél hezzám, úristen? Add ide, ide! Oda, hogy legyen ki. Jó lemász! Csak ügyelj! Mondom, hogy milyen érték van benne. Ügyelj! Ha, ki gondolta, mi? Ha, mit csinálsz? Na, hát most mondom, hogy szépen megkérlek, hogy szépen, és akkor buffogtatod ezzel. Hát jó, na csak ki gondolta ilyen nászt, az asztal is magos ma. Magos? Hallod de komám, nem tudod te értelmit venni, ebben egy olyan érték van. Azért tettem az értékesebb holmit a kúférba, hogyha valami ez leadta, de hezapodsz a mentődjön meg. Hát nézd meg, egy facska darab volt itt benne, örökké szökött ki. Nézd meg, csak zárat, mert átszereltem, mert valódi. Né, ezt úgy hívják ilyen berbés szarhagy zár. Ezt amikor ide velék andarítód, ez nem hazudik. Nézd meg. Ezt, hogy velék andarítód, úgy kérdés, kandarítsak, mindent állottak belőle. Ja. Miért nem egy erős lakatot szerelsz oda? Igen, és a kócs, ha elveszik, én még jártam meg a lakatot, nézd hát itt. Jól gondolom. Soha többet kinyitani nem tudod a kócsot, ha elveszik. Hogy tegyed bele a vérbécset. Na majd meg. Kíváncsi vagyok. Megmutatok neked ezt-azt. Nézd meg, hogy mi van itt. Édes jó. Né, Istenem. Jaj, ne meg. Hát, dálok át a vérbécset. Olyan durva a marcangolod, hogy valami baja lesz, na. Nézd meg, hogy még rankodtam el, de bár így volt a szívem volna. És a sarkat fog meg, de azt is új megy van úgy, óvatosan ne. Hallod, én hát a lágtatájról egy dolgot megmutatok, hogy tényleg tud értelmit venni. Nézd meg, hogy itt milyen érték van. Határaink kíváncsi. Most hát igen, én hogy hogy fogja nézni. Nézd meg, miket lehúz nekem el. Úgy kell ügyeljek. Nem arra, hát a menek. Nő, mi van? No, szépen, engedd le szépen! Engedd le! Hallod-e komolyan? Ebben, amit itt látsz, most a két kezem között egy lakás arra. Menj el! Vagy több egy lakás arra. Komolyan, ebben örökölt dolog van. Én az örökölt dolgokra örökké úgy odafigyeltem, hogy mondom, olyan lakást nem állítanának elé, hogy én ezt odaadjam. Nagyanyámnak volt egy testvére. Nagyanyám. Magyar időben kikerült volt Magyarországra. Háj, még valamire hol van, nem emlékszem. Hogy is hittak? Amalangyom. Igazat mondták. Amalkanőm. Jé, milyen cifrafehér nélkül halott? Cifrafehér. Ugyan mondod. Olyan cifrafehér nélkül. Halott én. Olyan, most is előttem. Olyan hajfonatja volt, mint a koromné. Amikor kontyották át, a három kerültből, akkor lett, mint a sapka vinné. S a tatáim még egy ilyen bok.
A búcika fáj. Aj, még. Töllerek, azt töllerökörtám, de néha, azt csak két kézvá szabad fogni, ez meg a kázalmes remek, hogy hogy tudja kibontani, hogy nehogy, 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 nehogy. Új sarkot. Haddál, az a svédi. Jaj. Ne koma. Hallud-e? Azt alma alá a gyógtól örököltem. Mondtam, hogy ő magyar időben kikerült Magyarországra. Cifrafájérnék, ott mondta meg. Igen, igen, mondtam. Hát... És akkor ugye onnan is menekülni kellett. Hát ők ugye arra... Arra maradtak szegények. 16-on voltak társadalmi. Magyarországról is menekülni kellett. Ki menekült? Kanadába. Kanadába? Nagyon messze a hely. Ami vasárhány is jó volt, de jó volt túl. Úgy, ahogy mondod, jó volt. Ki menekült? Kanadába, és akkor ő ott valami nagyurakhoz került szolgálni. És hogy oda került a nagyurakhoz szolgálni, ezt ő elajándékozta a sógorasszonyának. És a sógorasszonya visszaküldte Magyarországra az unokatestvérének. És az unokatestvére által küldte Marosvásárhári a testvére a fia mennyinek, és az által adta a gyermekeinek. Édes jó Istenem, 8 felé ment. Hogy a csodából került vissza ez? Hogy a csoda? Hadd áll, mert én az ilyen örökölt dolgokra rökkívül, de figyeltem, koma. Jól visszaemlékszek? Kicsi gyermek voltam. Ával a hangyom odajött hezzánk egy délután, olyan 4:45-kor. A kicsi fejemet simogatta. Azt mondta. Józsika. Ha meghalok, az másé nem lesz, csak a tejét. Te most miért sírsz? Attól érzem. Akkor sírhatsz tovább. Ja, az embernek meg van gyengülve. Ne hallom, koma. Hú, Marosvásárhelyig mentem utána, amikor meghódd a nyámok, nem akarták átolodni. Ugye? De ne hallom. Édes jó Isten, hallját ér, mit mondtál, egy lakás árat ér? Egy ilyen bogor annyit oda nem adnám, ez egy akkora érték nekem, koma, már nem, meg a két kézvel alig tudom már fogni, a kezem esre meg mikor a kezem van. Egy lakás ára. Fú. Több egy lakás áranás. Életemben egy lakás árat egyszerre nem fogtam, koma. Nem sokan. Add ide, hogy fogjon meg az életemben egyszer. Mi te? Hát ezt a dolgot, mert ki sem tudom mondani. Hát komám, soha életemben azután, hogy visszahoztam Marosvásárhelyről a kezemből, ki nem adtam, hát ne haragudj meg, de nem tudom. Hát nem mondom, na most én is itt vagyok egy pillanatra, odaadom, mert biztos kezeid voltak életedben, de ügyelj! Két kézvel szabad csak fogni. Két? Jó. De a kezeimet se enged ki, mert hanem nem tudom átcsapni. Jaj, de jó. Jó. Mit szólsz, hely? Megmondnál ki való súlyos. Jó. Mit szólsz? Jó. Állj, lakas arra. Ha-ha! Jó, jó, édes jó Isten. Hát bárj, hát jó Istenem. Hát mindjárt. Éreztem, hogy a lakas omlik ez. Hát nézd meg, hely. Jó. Gyorsan tette. Hát nézd meg az izgalomtól, nézd. A hideg a fejem tetejt is meg. A fejem tetejt, hogy mindjárt rosszul lesz. Éreztem a lakásomlik meg. Ha mi lett? Hova lett az erőbből a kéz? Az izgalomtól, komolyan, az izgalomtól. Gyorsan. Tettál. A fedelát nyitsad ki gyorsan. Tettál. A fedelát nyitsad ki gyorsan. Hagyj fél a tükröt, hagyj fél a tükröt. Tudjam azt már létenni a tükröt, hagyj fél. Hát miért? A benned vállalkozó tükröt minek? Hát azt én annak komolyan, hogyha jön a háború, és az, ha véletlenül áltadik többet csomag belett vállalkozni, nem tudok. Jaj, édes jó Isten. Az ilyenekre, az ilyenekre gondolni kell, és meg kell menteni. Oh, nézd meg, mi van itt. És ezek már dobozok. Ne kopogtasd olyan durván, na. Ne halljunk csak még. Mi van? Azt is. A Marconitől örököltet. Ki gondol? Nem tőle örököltem. Tedd le, aztán elmondom, de nem. Mindent nem, éppen nem tőle örököltem. Régi fényképek vannak benne, hogy? Nem! Határa kíváncsi lesz. Zárom vissza. Jó. Nézd meg, hogy megjáztette. Remé!
Csúszik, csúszik, ugye? Milyen biztonságos. Tedd le, vitt el. Túró billázs meg, hogy nehogy valamihez hezzaérjen. Tedd le. Nem jó, na. Buffogtassuk ez a mindenhez. Komolyan. Tedd le, tudod, mi többet ez a sejre semmihez. Ülj vissza, hozok egy csepp pálinkat, mert azt a sok mindent én józanom nem bír. Addig is hozottál. Ból semmi nincs hely. Menjél pálinka. Most sem vagyok jó bár. Almomba is meglátom, hogy álltem hát. Almomba. Ból semmi, hozza a pálinkat, egy-egy pohár pálinkat, megiszunk, vagy kettőt, még hármat, és úgy viszi le a pincébe, mint a zsinó. Jó volt, hogy most jöttem hely. Jó, nem szabad halogatni, addig üsd a vasat, amíg meleg, ezt kell tartani, olyan régi mondások vannak, hogy az be kell tartani, mert úgy érvényesülsz. Kivel beszélgetsz? Én, hogy meg rálkodtam, na. Én zúgolódom, hogy hol vagy annyira a pálinka után. Hol vagyok? Ahogy tudom kizárni a szekrényt. Na. Milyen pálinka, milyen tiszta hely? Az? Az alma pálinka, de szilvának lehet inni. Hogy? Nem tudom értelmit venni. Mi ahogy hallod? Hát ha alma, akkor én hogy szilva? Koma, az igazság az, hogy egészen azt én se értem. De megpróbálom elmagyarázni. Ha visszaemlékszel, mondtam még neked, a tavaly előtt rengeteg sok gyümölcsünk lett, szilva, körte, alma, minden. A tavaly előtt? A tavaly előtt. Hát az rég volt az. A tavaly, ebből a nagy gyümölcsösből összbe, négy kas alma lett csak. Négy kas alma. Négyek? Négy. Akkor az abból van. Abból. Akkor ennyi lett. Ennyi is még 45 liter. 45 liter? Ha hogy lett négy kas almából 45 liter? Négy kas almas, egy zsár cukorna. Jó, hát akkor ez cukorpálinka. Hogy volna cukorpálinka, komám? Hát most mondom el, hogy azt a négy kas almát belétek. Négy kas. Négy kas. Ne kacag, komám. Ne állj meg már. Az alma ízát, az almától örökölte. De a szilva ízát honnan? Van egy olyan feltételezésem, hogy a cukrot, ahonnan vettem a bótból, a cukor, a szilva legarok mellé volt állogatva. Megkocsog, mert lehet ilyent hallani, hogy attól húz az íze. Vagy egymás mellé tesznek valamit, olyan ízű lesz. Mikor az üvegnek a fala biztos, ahol menj el, komoly? Ezt feltételeztem. Megkocsog, mert komoly már ki van próbálva a pálinka. Itt járt nálam egy elég komoly ember a napokba. Ki? Ismered te is, de nem mondom meg, hogy ki nem. Elvégeztük a beszédünket, már egy komoly beszélgetésben voltunk. És mondom, hogy egy pár pálinkát, amit én főztem, elfogott, és azt mondja, áll. Töltöttem, és még így jó. Fű, azt mondja, ez milyen pálinka? Mondom, alma pálinka. Ez azt mondja, létezhetetlen. Azt mondja, ilyen jó ízű alma pálinka, hát ő nem ifott. Mit gondoltam, mit nem az üveget? Elvettem, figyeljem. Abból az üvegből még egyet töltöttem, na mondom, azt így meg a szilva, meg így jó. Na azt mondja a szilva pálinka. Ilyen, hogy azt még nem jött. Úgy megjött a kádbám haludény, hogy elment, elgondoltam. 20 litre tarulok alma pálinkának, s 20 a szilvának. A szilva 40 láj, az alma, nem fordítva, az alma 40 láj, a szilva 60 láj. Melyiket viszik jobban? A szilva jobban csípik halud. Úgy viszik, mint a cukrot. Hát viát, hát ez cukor, az. Abból. Mint a cukor. Úgy, hogy cukor. Hát. Most mondom el, mi a hányad, az alma hol van. Mindegy, nos, aztán ismerlek én téged, de az, ha elfogy, elkár, a többi tarulod körtének. Csak a körtepálink örökké drága volt, de jól. Az, nálad lesz egy olyan 120 lej a körtepálinka. Nem, na 90-100-ban dolgoztam. Úgy. Ne, hallod, de komolyan, most egy kicsit, de állj meg, hát kóstoljuk meg. Addig beszélgetünk, hogy nem ígyük meg.
Kóstol meg, s aztán kíváncsi leszek a véleményedre, aztán nem kacagod így a pálinkámot. Isten éltesse. Isten éltesse. Billáncs meg! Örökké kell mondani. Ah, nem, mert a... tényleg örökké. Mehet én ahol? Mikor a szája nyílt, mehet. Érted, milyen smakja van, te milyen édeskádai finom anyag? Hát lehet édes a zsákcukortól. Ah, de meg kell cukrot hozzáli, barát. Szájunk, mondja, ragad össze. Ragad össze, né. Márj és avá zsírozza, ne zsírozz be, hogy ne ragadjon akkor, vagy. Ilyen, hogy mondasz, na. Mindegy, nagy már. Bálinka finom, sány. Hát az az. Örvendékes, hogy cukrot belé fektettem, majd arra visszajő. Aj, még! Hány? Azt akarom, az imént árul akartam még kérdezni, hogy úgy sajnálsz mindentől mindent, hogy tettél te egy zsákcukrot belé teljes tárjadalomba? Az igazság az, hogy nem akartam komolyan. Hát a... zsákcukor a kezemben volt, töltöttem. Jutott eszembe, hogy hogy megdrágult a cukor, kaptam vissza, megint. Mikor egyszer töltöttem, Marika bért, ugye az ajtót bézoppantott, és értényben súgy belé az egész. Na így volt, de alapokatra. Így van. Súgy belé az egész. Na, ennyi történt. Ennyi. Nem bánom, mint az imént is mondtam, már az arra jó, de jól visszajött. De már jövőben, ha zsákol, nem is, de egy felet én is veszek egy fél zsákol. Csak ügyállj, attól függ, hogy hol lesz a cukor. Legy az ódalak mellett legyen, mert akkor. A pálinka habozni fog. Ó, jó van, hagyjunk békét ennek már minnyi. Igazad van, a pálinka, de cseppet hagyjuk. Nem feleltél kérdésemre, mi van ebben? Mi van ebben? Ebben benne van komolyan 3 évnyi kollektíva nyugdíja. Pénz van benne? 3 évi kollektíva nyugdíja. 3 év. 2006-ban emlékszel, amikor eladtam ott azt a nagyanya disznyót? A nem emlékezni. A disznyót jól ismerted, már sok malacot vettél tőlem alól. Nem, kicsit. Sok malacot, 8-szor malacott a disznyós, ugye úgy eladtuk, azt mondtuk, hogy egyszer malacott, az illető eles hitte. Olyan pénzt adott érte, mondjuk adhatott, és már a disznyó feltevéskor ott voltál, a disznyó 324 kiló volt. Ládastom. Nekem az illető a 324 kilót kifizette. A láda súlyát is fizette komolyan, de azt nék, áttán vagyunk. Hát így volt. Én azért nem szólhattam. Hát nem. A fizette, jól tette. Egy olyan szép pénzt kaptam azért a disznyóét, hogy az életemben disznyóét olyan pénzt nem kaptam, és az ára itt van benne. Annak is az ára, az már kettő, két nagy össze. Aj, még. 2009-ben, mikor eladtam volt a bingo tehát az istenalóba, hogy bemenjünk, ekkezán felül a legbeső állásba volt, emlékszel? Hogy ne emlékeznék komamat. Engem emlékeztet, én vezettem a Londonnak. Olyan borozdás tehát itt ezen a vonalon nem volt, és mekkora táblás tehát volt. Nem. 11-et bónyúzott nálam 11-szer, ugye? Csak a szarvai kisúvattak volt. És az is tiszke tehennek elment, hogy hogy hittál az illető, nem tudom, de olyan arat fizetett, már tehen ugye nagy volt, és ő még elvartam, van azt mondtam, még nő. Egy olyan szint, na az aradnak is benne van, egyebet mondjak. Hát én értem, hogy s mindegy, hogy melyik aldásban volt, s melyikben nem, s hány kiló, hanem. Ával a pénzzel, ával a sok pénzzel, itt mit akarsz elérni? Én azt, hogy kisá kellett volna a kúferból venni, a holmival együtt abba a pincébe letenni, hogy egy ennyi az az érték legalább mentődjön meg komolyan. Hát elmondtam már, most 3. szor mondom. Hát én értem, de nem mondom, a dobozokat tegyük be és a kúfejt. De a pénzt is az én pincémben, neked is van pinca, tedd be legalább a pénzt oda. Igen, csak az ágyma pinca, mert éjszak fekvésű. Megint éjszak. Megint éjszak. És más különben én abban a pincében már egyszer a pénzvár megjártam, jól tudod, azt te is már biztos elmondtam, és én abban a pincében többet pénzt nem teszek. Mit jártál meg, és mikor jártad meg? Semmit nem tudok. Miről van szó? A 89-ben a forradalomkor, komolyan, hogy megjártam, hát nem tudsz te róla? Miért egyáltalán? Ha ugye akkor is híreztelték, azt mondták, hogy még háború is lehet, csak pénz így lesz, úgy lesz, mondjuk a pénzválasztal lettes. Az ember mert ugye volt egy kicsi összegyűjtögetett pénzem, megértem. A pénzt össze levittem a pincébe. Ugye ott az ember a pincébe bízik a legjobban. Az ugye papírpénz volt.
Én a pince sarkába földre letettem, egy deszkadarabval megnyomtattam, és súrcot reaváttam, és nagy nyugton feljöttem a pincéről, mondom, a pénz meg van mentve. Tehát múlt az idő, egy két hét, három hét átállt, csak zsenérozott, nem volt nyugton, mondom, egy délután lemegy, és a pénz megszámol. Komolyan lementem. A súrcot, mikor félrevettem, a guttam szinte megütött. Hát mit gondolsz? Én ahogy hagytam, attól körülbelül egy 10-12 centit a pénz magasabb volt. A pénzem megpenészesedett, megdagadt, megpámhát. Mondom, az ennyiből ennyi lett. Három kerek hetet reggeltől estig, ahol dolgoztam, én a pénzemet mostam, szárítottam, vasaltam, a penészt vakartam róla, ami valamennyit meg tudtam menteni. Én abba a pincébe még tegyek ezek után pénzt? Hű, de mi derül neki? Most valami rémlik, visszaemlékszek, hogy tényleg a forradalomkor, hogy izgattuk és magunkat, három-négy hetet oda voltak. Még azt hittük, Balékával ettél a forradalom. Balé. És nézd meg, hol volt. Jó, pénz megpenészed. Az egész koma. Én olyan hi... Az nem kacogság, hé. Ára úgy áll meg. Na, de félben nálunk a pénz nem penészedik meg. Jó. Nálunk van egy olyan kasszas, nekem, a nagyságo, hogy arra ügyel. Igen. Hobar. Megemlítetted 89-et a szívámba, bár én nyilatkom. Ha nekünk is adod egy akkor, egy jelentős összeg leszettál. Egy lakás arkunk. Most mondod, három perce nincs, hogy nektek pénzetek nincs, már kasszás is a kasszás úgy. Ne, jobb, ha úgy tudja, hogy nincs, aztán le. Hát akkor elég a hezzó. Hogy ugye főleg akkor még nehezebb volt a pénzkereseti lehetőség. Kuporgattunk, bordita váltunk, sász, sass, amaz. Tudom, nem kell mondani. Hallod, sporoltuk, meghúztunk egy csomó mindent magunktól. Végén az értéke úgy elment annak a rém sok pénznek, hogy a lakására, ahol a végén egy szakár előtt tudtunk venni komolyan. A ráfos szakár előtt? Gumit. Jó, hát akkor ne szól semmit, mert az csendbe jár. Csendbe jár. Mikor a szekeren mentünk, a szememet húntam be, mint a csarapak tetején ültem volna. Egy lakás arra ültem, ha bárhogy gondolunk. Mindegy. Hallod-e? Na, úgy jöjjön. Az igazság az, hogy most is egy kicsi összegyűjtögetett pénzünk van. Nem sok, de van. Pincébe tartod-e? Hoddá. Olyan pincébe, és ide le nem merek semmit tenni. Mari olyan, mint a nyomozó kutya, mindent megkap. Olyan, mint a részeges ember, a pálinkat, a karó áldugott, reame. Neha, hogy ezt a teje értettem, odafelé a hiúba tettem, vettem. És a limlom között, mit gondolsz, megkaptam nagyanyámnak azt a honyolt taskaját, értettem, de misében járó taskaját, egy sötét zöld taskacskát, úgy megörvántam. Nyitom, mondom, ne zibzaros volt. Na, mi van, mondom benne. Két szentkép volt benne. Nagy misére járó asszony volt, a Jóisten nyugtassa. A zibzarok olyan jól működtek, hogy a taskát forgattam a kezembe. Gondoltam, értetted, én már két aszka volt neki. Ugye, ami pénzt álltok csornya, azt mondja, hogy Marika ne legyen észre. A nagyobbakot teszem az egyik aszkába, és a gyengébbeket a másikba. Érted? Melyik azokban van több? Az innen csőben. Az innen csőben. Hallod ezt a... hogy hova tegyem? Hova ára? Hova arra? Felnéltem a hiúba értettem. Néztem, hogy mit? Hát féltem, hogy... A macskafar egy olyan pozícióra köttem, hogy az X-nibe, hogy aztán tényleg a férek se tudod a fejlődni. Itt a ház hiába. A ház hiába csak aztán. Hogy jutott eszedbe, komolyan, milyen biztonságos helyre tetted, milyen húzatos, szaros, szellős hely? Hát komolyan, hát látod-e, hogy milyen jó, hogy beszélgettünk, miért nem mondod hamarabb? Nem a pincébe kell lesztesteni, hanem vidd el fel, és oda egy másik aszkalba tedd be lesztes, hogy legalább legyen biztonságos, ennyi nyugodalmam legyen komolyan.
Az értéke, ha elvász, én tehetem oda is, és oda is koma. Igen. Azért jöttem, és a háborúról nem akarsz tudomást venni, pedig a háború hozhat ezt és azt is. Nem akarod, látod, hogy tudomásul venni? Jaj, Istenem, Istenem, hát... Mindegy, ma vagy fel kell oda tenni, akkor... Ahogy még. Neked több lett pénzed van. Milyen rég Farikomának az unokatásfére a falu végén árulja azt a kicsi lakást? Nem gondoltad, hogy balé fáktad ére? Megnéztük se. Omlandó minden épület. Na, azt sem tudom, hogy kezdem. Omlandó. Én most 88 évesen kezdem födni újra a csűrcsa mindent. És a vátáméfődes egy olyan nyomorú, hogy egy lóval vagy egy tehával nem lehet megszállítani. Alsóval kell felásni, hát én annak idején ne astam fel. Nem oda való, ne haragudj meg, nem vásárolok. Mondjuk az igaz. Ami nekünk vonom válik. Hát, halud-e te, miután szépen? Mi? Béla komámnak, a keresztfia, no, a fia, Fábika. Hogy hívják? Fábian. Milyen szép régi neve van, Fábian, ezek nevek. Nem, mint mai nem. Fábian. Azok nevek a régiek, ezek. Fábian. Hát ugye, Bélaiknak a gyárnak erős későn született. Későn? Mi van abban? Hát későn bizony. Már Béla 56 éves volt, onnan 49. Amikor 39! 49, koma! Amikor a gyermeket iratta az iskolába, be azt hitték a nagyanyja. Na, és a másik az igazság az, hogy lehetett hallani, és beszélték, hogy amikor ilyen későn születik a gyermek, akkor szokott a gyermekkel ilyen olyan problémák lenni. Igen, mi legyen? Ha későn születik, tovább él. Úgy. Műs jobb lett volna, későn szülessünk, később, el volt hamarkodva, nagy hamar, megszülettünk, és most kell meghalni, a később születsz tovább. Igen, jövő héten születtünk volna, akkor mindjárt. Na, de elég ahhez szó. Na, hogy a gyermekből el lett csalni, és valami baj olé. Na, a gyermek egy akkora észárlán délkezett, olyan okos volt, és okos, na, látod, hogy itthon iskolásfő volt, Csíkszeredába dektó, és akkor kikerült, mit gondolsz? Ki egészen Kolozsvárra, nagyiskolába ilyen etetemek lenni. Kolozsvár? Kolozsvár. Hát oda mivel mentem? Mivel mentem? Monottal. Jó. A gyárnak ott is a nészárrán érkezett, hanem, hogy irtóztak tőle. Az ászítő? Az ászítő. Nagyiskola után. Visszajött Marosvásárhelyre. Psi. Ott is nagyiskolát végzett. Haludé. A gyermeknek annyi iskolája volt, hogy kettőnknek annyi vakációnk nem volt. Az egyszer biztos. Nem. Sorod erre sok minden iskola, arra visszajött Csíkszeredába. Egy nagy komoly bankosba fel van véve dolgozni, vezető pozícióba a gyermek. Bankban. Semmit érek el, mit érünk el vele? Hogy mit érünk el vele? Most beszélünk a pénzről. Ha ki tudna jobban útba igazítani, mint Fábikaták, keresztfiam. Én azonnal Bélát hívom fel, és kapcsolatba lépek látva. Te egy és egyáltalán Bélát, ne hitt! Ismerette Bélát, hogy milyen a... Aztán mondjál ennek és annak, és te hitt Fábika, mit Béla azon? Csak Fábikának telefonszalma nincsen. Nos, Bélát felhívom, és oda szereljük Fábika, és vele beszéljük. Ez elég nem jó, mert én tudom, hogy nem jó neki, ha tudta adni Bélának az ilyesmit. Jó, na. Nézzed, hogy Béla lecslá van írva komáknál, hányszor kell megtekárni Bélát? Na, azt nézd. Egyből rejtettem az ujjam. Béla komá... Nézszer! Nézd. Jól látom-e vajon? Nászer jó? Nézd! Négy. Jó, akkor azt mondja... Ha! Jó, pont négy volt. Na, te aztán mondjad, amit kés. Csak megkérlek szépen. Mint ha itt se lennél, ne szólj semmit, se ilyen, se olyan. Én hogy szólalnék, az addig se szóltam. Nem. De szóltam. Most szóltál, de most ne szóljál. Jó, nem szól. Na, csin. Haló, Isten vagyok meg, Béla komám, én vagyok János. Nem mondd meg, hogy itt vagyok. Nem mondd meg, hogy itt vagyok. Mondom, hogy nem mondd meg, na. Most kértelek meg szépen, hogy ne szóljál, komám. Hát én egyébként nem szóltam, csak hogy nem mondd meg, hogy itt vagyok, mondod meg. Hát egy ányit, hogy nem lát, hogy... Így. Hogy vagytok? Mi? Hogy-e? Ki van itt? Jó.
Józsi komolyan itt, na. Mit csináltok, hogy vagytok? Kártyáztok-e? Ki vár? Pisti vár? Jóó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 ó
neked, meg tudsz halkan beszélgess, hogy Pisti ne halljon meg semmit. Mit tartja azt? A mindegy, hogy mit tartja azt. Firkóztok el? Nem tudom, Béla, mit mondjak. Na. Azt mondja, látja, nem én is. Na, négyesben jobb átni. Biztosan nem, nehogy oda így írkezzek. Nincs időm rávenni, Béla, most. Nem, nincs. Egyáb bajunk van, most dolgunk van. Hallod, de figyelj csak ide. Ho, állj meg! Kérdezd meg, hogy ő most jelenleg hol tartózkodik, Béla. Béla, te most jelenleg hol vagy? Az asztal mellett, azt mondja, az asztal mellett. Mondjad neki, hogy egy pillanatra lépjen ki a verandába, csak Pisti valahogy nem kéne észrevegye. Béla? Ki kéne jár a verandába, csak Erős Pistinek a figyelmét ne hidd fel, hogy kijöttél. Mét, na nekezd kérdezősködni, gyere ki, nem szakadsz meg, na valami fontos volna, gyere ki. Szólja, amikor kül vagy. Mondtam én, hogy nem jó. Aha. No, kijött. Ó, az ajtót mondjad, hogy tegyél be, s te kell hold, hogy nyekereg az ajtó, mert nem zsírozzak, s az ajték úgy nyekereg, amíg nem nyekereg, egy szót se szólj. Most tette be. Nyakárgett. No, na, most kérdezd meg, hogy a fia Fábika hol van. Hallod, de koma. A fiat Fábika, a keresztfiam hol van, Fábika? Igen? Fél órája jött haza, azt mondja. Már jó, kérdezd meg, hogy hol van. Hol van ő most? Bán a szobába, azt mondja, házba. Bán van? Hideges. Mondjad, hogy akkor menjél vissza, ő esne a házba. Béla, lépjél vissza, jöjjél a házba. Épp, na, azt mondja, hogy gyakorlatoztassuk, ha más különben beszélek. Biztos, hogy nem. Mondjad, hogy az ajtót nyitsam és lépjél be, hát egy annyit esze lehet tenni. Bémentél-e? Jaj, bémentél, na, bémentél. Mondjad, hogy Fábikát hívja ki a verandába, de úgy, hogy Pisti ne vegye észre. És mind a ketten jöjjenek ki a verandába. Komolyan, Béla komolyan. Fábikát légy szíves, hidd ki a verandába. Ne egy szó semmi, csak csinálj így, nem mondj semmit, ne így. Jó. Vagy nem látod, mert így csak, ha jöjjön ki a verandába. Na. Azért, mert azért. Szóljon, amikor kihagytok jövő mind a kettem. Na. Ki van? Az ajtó nyakárgette, betették ki. Mondjad Bélának, most menjél vissza, és Pistivel kártyázzanak tovább. Béla, te most menj vissza, és Pistivel kártyázzatok tovább. Azt mondja, meg vagyunk bolondul. Meg ő? Hát Béla, ho-ho, a telefont adod a Fábikának. No, hát, no. Úgy fél van veszve. Fél, nem, ha érsz egy ilyen állást. No. Számos keresztfiam! Hogy vagy? Na én vagyok János keresztapád. Itt van Józsi bátyod és nálam. Ho-ho! Nem bátyád, hanem mondd azt, hogy keresztapja vagyok én is. Hol vagy keresztapja? Nanti Sfarékkal keresztélt. Komám, ha azt mondod, hogy keresztapja vagyok, közelebb érzi magad hezzám, s a pénz sok. Sok pénz van benne, és azt kell mondani, s máskülönben Bélaékval, Pistiéknit együtt kereszteltünk, s keresztkomások és vagyunk. Na, és mondd azt, hogy keresztapja vagyok, sennyi az egész, egyébként nem mondj. Fábika, Józsi bátyod és keresztapádnál, Pisti keresztapádéknál, apádékkal együtt keresztelték Pisti keresztapádnak a fiát, Farikét. Na, és így ebből kifolyod a keresztapád. Na, ha nem édeses, na. Hallod-e, Fábika? Azért hittünk fel. Állj meg! Mi van? Állj meg! Kérdezd meg, hogy ő most jelenleg hol van. Te jelenleg most hol vagy-e? Verondában mi hittünk ki. Mondjad, hogy lépjen ki az udvarra. Az ajtók rosszak, s behalszik a bázé, és Pisti jönnek, tudod, hogy milyen hallása van, milyen filás. Hallod-e, Fábika? Légy szíves, menj ki az udvarra, s menj hátra az udvar közepén. Egészen az ruhaszárogató kötárig hátra mehetsz. Azért, fiam, már valami komoly dolgot akarunk mondani is, jobb, ha kül vagy. Na, szóljál, amikor hátra értél. Az ajtót tegyél be. Az ajtót tedd be. Jó. Na,
Hátra ért. Halló, jó Isten! Az ablakok, kérdezd meg, mi vannak itt? Az udvar nincs ablak, no nem. Na most mondhatod, na így! Hallod-e, Fabika, mit hittünk fel? Ma végre elmondhatom. Arról van szó, értetted-e, hogy nekem is Józsi keresztapádnak, és ha bár ő ugye nem édes keresztapád, van nekünk egy kicsi eszágyűjtögetett pénzünk. És gondba vagyunk, hogy van az a háborús helyzet, hogy mi lesz a pénzecskénkkel, mert nekünk egyszer van útból vele. Annak idején több mint 30 éve forradalomkor elveszett egy komoly összegünk, az értéke elmé. Nekem is. Nekem is. Vagy jó, mind a kettőnknek. És mit tanácsolnál, hogy mit évő vegyünk a pénzzel? Na, azért hittünk felna. Mit mond? Mit mond? Mit szól? Aha. Haj még, na. Igen, igen. Szóval, aha. A gyermek azt mondja, hogy be kell tenni a bankosba, inkább ott azt ajánlja, és ha nem, valami papírt emléket, hogy vegyük meg, tehát én a pénzemmel vegyek papírt. Mondd meg neki, hogy nekem újság annyi van összegyűlve, hogy amíg érek tűzgyújtani lesz, nekem papír nem kell. Mondd meg neki. Úgy döntöttünk, Fabika, hogy akkor inkább a bankosba tennénk, bénastál, az útját egy engednéd, na. Na, cseppet írtóz. Jó, jó, na. Na. Jó, jó. Mit mond? Jó, je. Jó, kértem, na, mondjuk, pásza. Azt mondja, mennyi pénzről van szó? Mondjad, hogy itt vagyunk nálad az asztal mellett, és az ágyma a pénz itt van előttünk egy fehér borítékban. Mondd meg neki. Itt vagyunk az asztal mellett egy fehér borítékban, fiam. Nem, jó, nem, no, nem mű. A borítékban mi hogy legyünk? Nem mű a pénz, no, na. Pénzt kérdezi, hogy mennyi, nem, hogy fehér borítékban. Jó, mondjad akkor, hogy benne van egyszer 3 évnyi kollektíva nyugdíja, 3 évi. Csak annyit mondj meg neki, hogy a kollektívából minden évben ugye mértek 15 arrépát, azt kötelező volt megkapálni, és én amikor utolsó évben a 12 arat megkapáltam, akkor a sípcsontom áttörött, és a 3 arat nem tudtam megkapálni, és amilyen a kollektíva nyugdíjamból levágtak. Mondd meg neki, hogy tudja, hogy milyen legények voltak a kollektívában is. Mondd meg! Ha. Gyalázatosok! Mondjad! Ha sok pénz van, fiam, sok pénz. Ha sok pénz, már 3 évi kollektíva nyugdíja van a boríték, fehér borítékban keresztapadnak, csak a síp, de nem egészen, mert a sípcsontja eltörött, és emiatt 3 lábujkáját levágták, hogy mi van, na. Nem a lábujkám, ha. A 3 ár kapálatlan répa miatt vágtak le, na, a pénzből. De a 12 ár meg... A pénzből. De a 12 ár úgy meg volt kapálva, és egyáz vagy cent is fel meg lehetett volna mérni. Én ebből azt akarom kihozni, hogyha az a 3 ár, és ha meg lehetett volna kapálva, meg lett volna kapálva, akkor itt több pénz volna. De én ha zsípcsontom átadott, én mit csináljak? Hát, 3 évi korrektíva nyugdíjáról van szó. Aj, még annyit mondjál, hogy amennyi van, immár annyi van, a korrektíva nyugdíj kék százosban van, a fájt egyfelé van forgatva, és 2 hány pártligumival össze van kötve ügyesen. Mert én úgy szeretem, hogy legyen rám. Komolyan. Hallod-e, fiam? A kollektíva nyugdíja keresztapadnak kék százasban van, és a fájik egyfelé. Igen, igen. Hát fiam, nekem azt mondja, én azt kell mondjam, a pénz, hogy mennyi komolyan. Jó, na mondjuk tovább. Hát te is mondhatod, mondjad, hogy 2006-ban adtam el a nagyanyadisznyót, az apja Béla komolyan, mert sok balacot vett tőlünk, mondd meg, az apja is ismárta tisztán a disznyót, és a feltevés innen ott volt. A disznyó, mondjad, 324 kiló volt. Mondd meg neki, hogy tudja. Szép, olyan szép pénz kapódott érte. Mondd meg, az apja is ott volt. Ezek után való pénzek után még van egy nagy disznyó arról. Nagy disznyó, fiam, már... Ne, apád 326 kiló volt, mikor tették fel. Mert nem apád, no. Az apja a disznyónak nem mondott, meghallott. Jó, de csak úgy eszakon a csartal, tényleg. Nem apád volt, fiam, nem apádot adtuk el. A disznyó arra van benne.
Azt mondja neki, áll ideje nincs. Nincs, annyit mondja, hogy a disznó arra, ahol annyi a baj, hogy fele kékszázasban van, de a másik fele 50-esben van, de a fejk egy felé van forgatva, és két hágy pártigumival ügyesen meg van kötve. Mondd meg neki. A disznyóval annyi probléma van, hogy a hátsó fele 50-esben van, és az első fele 100-asban, de fejk egy felé van, azeknek is. Hát a fiam azt tudja, le kell tegyem azt, nem hallgasson. De állj meg, mert hátra van a bingó tehent. 2009-ben adtuk el, mondd meg a nagy tehent, az apja is jól ismárta azt, és mondd meg, ami elborozdás tehent volt. 11-et bornyúzott nálunk, 11-szer bornyúzott a tehent. S jó arba elment, nagy arba elment, s a borítékban van az arra, mondd meg. Csak annyi a baja vár, hogy van apró pénzes benne, na de a fájik azoknak is egyfelé van forgatva, és két hágy pártigumival meg van kötve, mondd meg. Még ammálát fiam, ami legnagyobb pénz, azt mondja a keresztapád, egy nagy tána arra. A legjobb tánya volt, hallod, ért? Minden évben 11-et maradott, egy olyan alatról van szó. Nem jól mondod, visszamentél a disznyóra. Hogy egy szakolót gyalottam, aztán most már tényleg végig. Hát tána, hogy maradszom? A disznyó maradzott 2006-ban. Az 2009-ről van szó, a teherről. Ha tényleg egészen összetörtétek a napomat, tényleg. No, elfelejtetted mondani, pedig az elég mondtam. Mondjad, hogy a tánárában van apró pénzes, de a fájk azoknak is egy felé van forgatva, és két hágy pártigumival meg van kötve. Mondd meg, hogy ez az ember, mikor a politikot kézhez kapja, tudja, hogy miből áll szembesül, egy milyen rendezett pénzvel. Hallod egy fiam? Összefoglalva, 3 évi kollektívan nyugdíjamon, egy disznyarra, egy tánára, a fájik egyfelé és a nyakig meg van kötve. Na, ennyi. Mi? Azt mondja, özben mennyi van, özben. Jó, hogy a borítékban mennyi pénz van? Hát abba van. Hát akkor mi nem kérditek ezt? Hát meg vagyok... Fél órára vagyok, hogy már beszélgetni is hát tudok, hogy azt kérdezem komolyan. Hát meg vagyok ízadva, tehát ennyit kellett volna kérdezzél. Hallod el? Kérdezz csak meg, hogy jelenleg ő hol tartózkodik most. Ki Fabika? Igen. Fabika, te jelenleg most hol vagy? Hát, oda, ahol küldjük el. Az udvar közepén, a ruha szárogató alatt. Mondjad, hogy egy pillanatra lépjen be a falszínbe. Fabika, légy szíves, lépjél be a falszínbe, jó-e? Lépjél be, fiam, menjél be, hogy ma legyen vége! Na, szóljál a bánfogy. Bémente. Mi? Béme, most ér be. Mondjad, hogy a favágós utakra ereszkedjen le. A fészít a favágós utakból vett kis ülj le. Na, leültél-e? Jó, leült. Az ablakok be vannak itt téve, ugye? 88 millió. 88 millióról van szó. Most, ha nem volna leülve, elesne. Így, ahogy hallod, fiam, 88 millió. Nem új pénzbe, a régi pénzbe, fiam. Ha új pénzbe volna, nem téged hittünk, nem mindegy, no. Régi pénzről beszélünk. Hát özbe. Jó, nem az a Józsi keresztapádi. Hogy jól, özbe? Hát... 100 millió fejáról beszélünk. Mennyi? Neked 100 millió fejjel? Özben. Jó, megjártam hát neked a tányai gyerekek is sepek voltak, mint az enyémek. Sepek. Olyan 140-160 millióról van szó. Régi pénz. Na, mit szólsz akkor, hogy... Azt mondja, mit az állány. Azt mondja, akkor nincs, amit tusakodni annyi pénzzel. Azt mondja, még nem is. Be kell tenni a bankosba, azt mondja. Az összes komolyan. Hát. Ennél jobb tanácsadót nem tudunk. Hallod, még egy annyit akkor kérdezzél tőle, hogy ezt a rém sok pénzt, ha mi egybe bétegyük, és mi nem úgy tegyük minden része, hogy egy-két napra, hanem mondd meg, hogy bétegyük egy 20-22 napra, addig azért a háborúnak vége lesz, ugye? Hát, csak igen.
Na, és éjjel se hozzuk haza, már olyanokat is hallottam, hogy éjjel hazaviszi, mi nem? Egy 20-22 napos végigbán lesz, akkor arra rém sok pénzre kérdezd meg, hogy nekünk mennyi jövedelmet, adnak mennyi jutalmat, vagy kamatost, vagy hogy fejezzem ki, mert mi azt kér, tudjuk már aztán arra pénzre, és valamit vásárolni kell már. Sok a pénzre, sok pénzre van szó, és... Hallod, Fabiko? Keresztapaddal úgy ítéltük meg, hogy a háborúnak a zöme lezajlik egy 20-25 nap alatt, na. Na. S mit szólsz, hogy ha bétednénk a pénzünket olyan 25 napra? Mondj 26-ot, hogy legyen kedve. Egyen 26, hallod. Ne tudom, az az egy nap. Mit mondasz, hogyha annyi napra bétennénk a pénzünk, mennyit nyárna, mennyit kamatozna? Menj nyárna! Sokot, megjárt helyen, tudtam, ennyi pénz. Ah, én meg nem már baj van. Miért? A gyár meg azt mondja, hogy annyi idő alatt az a pénz nem, hogy kamatozik, hanem vász. Mi van? Vász a pénzből. Mondd meg neki, én őt nem kereszteltem. Hallgassa! Nem szigedi maga. Ha. Mit beszél? Hallgassa. Jó. Tedd le a telefon. Hallj meg. Tedd le. Hát hallod-e, fiam? Kérdezd a padár, és nem örvendik, és én sem. Hát hogy látját? Hát nem tudom, mit csináljunk. Hallod-e? Mindegy most ma, ha véletlenül úgy döntődik, hogy csak bétevődik már, na, félünk, hogy na, hogy lesz, úgy lesz. És ha bétegyük, és ha észreveszed, hogy a pénz vászni tér valamennyit, intézd úgy, hogy a keresztapa adéból vász, mert neki több van. Ahol több van, utána bevődik úgy észre. Na. Na, jó. Na, Isten veled, fiam. Na, a favágó csutakról állj fel, és menj be. Na, Isten. A telefonyos tedd le. Jó, le van téve. Avál megtudtuk, hogy nem tudtunk meg semmit. Ennyi. Avál megtudtuk, hogy én az elején neked mondtam, ahol mit le kell vinni a pincébe, azt a borítékot, s a pénzt felad a hiúba, a melszínű táskádba, a sződ. S hoztam valami lesz. Hoztam valami, igen. A nóta is azt mondja, úgy még sose volt, hogy valahogy ne lett volna. Ennyi. Mindegy. Édes Jóisten, azt jól hallom, mert a nezdeg, a haddál Márika vagy kiszalasztotta, vagy a bornyú, vagy attál már tisztán a bőgés nem ismerem fel. Hova mész? Ülj vissza oda, ne! Na jutás vissza, kiszabadult valamelyik állat. Miért? Melyik állat? Állj meg! Az én tehányém, hát azt is vezettem. Mi van? A te tehányéd? Itt van az udvaron. És de miért vezetted le? Azért, mert az istállom még északfekvésűbb, mint a házom. Putin, ha jöj legelőre a tányemet, lelőj! Édes jóságos jó Istenem, komolyan! Ne ott nálad van üres állásod, a közbe a többi közi, na rá! Kössem be az enyémek közi. És akkor én etessem, vagy mi? Hogy is gondoltanál? Többá jobban lesznek. Többá jobban lesznek. Hát értem, hát még hol van még, hogy kijöjj a józöldfű? Amikor kijöjj a józöldfű, elhagytam, na június elején elhagytam, na nem. Milyen szükség a termés volt a tavaly, és én etessem, ne ragudjál no, meg, tehát. Mondom, június elején elhagytam, na hát nem. Hát akkor ma hajthatod. Nézd meg a teremtesítel lehazáti, hogy éjszakról jöjj a minnyan nem merek. Bocsátom, már van, éjszak felé. Már, óra, né? Óra. Óra, Daniel dombja van? Vagy óra van éjszaki az? Hát éjszak arra van, hát nem esetleg. Nem lehet tudni, ha azt tudod, hogy meg... Ezzel forog a hal. Mindegy, de hagyjunk végig ennek, de hagyjunk végig. Hú, hé. Hát hallod-e, koma? Olyan jól meg voltam nyugodva. A vírus után. Tényleg nyugodt voltam. Most úgy felborzolta rá a háborús menettel, hogy a szememet, amikor hunyom be, Putyin fut el előttem. Nem, ez csuda. Ráadásul hallom a puffogtatást is. Hogy belém, úgy belém olvastad. Hát itt van a háború komám a szomszédságban. Itt van a legát. Édes jó Istenem, hát az Úristen őrözzön meg mindannyiunk. Ja. Mi tudjuk mi. Mi tudjuk. Mi egy nagy katonaságot viseltünk, utána jött a háború, és aztán a fogság. Ne, ezeket megint ne hozzuk állni. Annyiszor elbeszéltem.
És az elődjeim mit hadakoztak? Még az. Hallod-e, és a másik az, soha nem adtak fel, és örökké újraépítkeztek, hallod-e. S jó kárdvük voltak, tudtak én nekem, ha bajt volt, ha örömik volt, ha mi voltak. Azt akarom mondani, hogy a hadakozások közben is mi szép nóta született. Ijaj, mondod. Hó, hallod-e. Egyem nem kéne. Ára sok mindenre, egy jó, egy szép nóta adani nekünk, egy háborús tinkabot. Jábbá igazod van, már mi örökké, ha egyet énekelünk, meg szoktunk nyugulni. S most reant és férne, benne vagyok, énekeljünk. Mire gondoltam? Gondolkozok. Na úgy, egy. Tőt csak egy-egy pár palinkas gondolkozunk, ígyunk meg egyet. Ezt most minek kell inni? A szilvának. Azt mondtad, az aljában a szilva. A falin alól tömör szilva íze van. Pálinkán. No, meglátod. Addig gondolkozok valamibá. Isten éltes. Isten éltes. Billánt, én billánt. Mint ha tényleg meg látod szilvába, hely. Mondtam én neked. Látod-e, hogy nem hogy arra beszélgetnám. Nem hittél. Nem hittél. De mindegy. De valamit az énekre visszatérve el kéne kezdeni. Azon studírozom az agyamat, hogy hallod-e, régi énekeltük azt a nóta, azt nem tudom, hogy végig tudjuk-e, de amennyit tudunk, énekeljük el. Emlékszel-e te arra, hogy Erdélybe vagyunk kerítve. Jó, kezded el, koma. Fú, a szívem mellé szóltál, el tudjuk énekelni. Úgy van, koma, hogy Erdélybe vagyunk kerítve. Mégis kivisznek belőle, olyan szép lányt hagytam benne, holtig fáj a szívem érte. Olyan szép lányt hagytam benne, holtig fáj a szívem érte. Lányok a falun beli lányok, szedjetek piros virágot, tűzzétek a melyetekbe, gyertek vélem a harctérre. Tűzzétek a melyetekbe, gyertek vélem a harctérre. Ott, ahol az ágyuk szólnak, nehéz fegyverek ropognak. Fejem fölött kard megvillan, piros vérem földre csorran. Fejem fölött kard megvillan, piros vérem földre csorra. Őrmester urarra kérem, kösse be a sebeimet, kösse be a sebeimet, mentse meg az életemet. Kösse be a sebeimet, mentse meg az életemet. Megmenteném, de nem lehet. Minden foly a piros vérem, minden foly a piros vérem az ellenséges csatatéren. Minden foly a piros vérem az ellenséges csatatéren. Jó, hogy koma! Félig meddig meg vagyok nyugva. Úgy fél, nézd meg, hogy az lélek látta, milyen az emberből valamit kiszakoztál, hogy meg könnyebb bűz. Éj, ígyunk még egy-egyet nektek. Tőcsát hallod, én tőled nem sajnál.
Hát jó, hogy az én pálinkám, a saját pálinkám, tőlem nem sajnálod, ne haragudjál meg. Hát te se haragudj meg, de ugye cukorból van nád. És a cukrot kivettem. Éj, most minden nem kell úgy szőszarra hasogatni, ne aludj. Őcsás, megígyük se. Hát jó, de ugye se hát a cukor se. Tudod-e mit, egyáltalán nem kéne, ha megígyük még egyet énekelni? Félig meddig meg vagyunk nyugva, még egyet, ha énekelünk, egy valami jó ropogóst kéne szinte teljes mértékben megnyugodnék. Hát hallod én, hát még egyet mi kell eszünk még. Isten érdez. Isten érdez. Billáns meg! Szerettett azt az éneket komolyan, hogy sokat énekeljék. Melyiket? Aj, még. Az, hogy zug az erdő, zug a mező, vajon mi zug benne? 32-es búsreguták masíroznak benne. Tegnap kaptam egy levelet, katonának el kell menni. Utoljára jöttem hozzád, babám, búcsút venni. Tegnap kaptam egy levelet, katonának el kell menni. Utoljára jöttem hozzád, babám, búcsút venni. Kiöntött a Tisza vize, homokos partjára. Körös körül beültettem szomorú fűzfába. Hedát szomorú fűzfának ága, lehajlik az én síromra. Télen-nyáron bánatában ki van virágozva. Szomorú fűzfának ága, lehajlik az én síromra. Télen-nyáron bánatában ki van virágozva. Csíkszentgyörgyi sugártorony tetős tetejébe. Rászállott egy fecske madár tiszta feketébe. Látod csárdás kis angyalom, látod az is minket gyászol. El akarnak, de nem tudnak tiltani egy mástól. Látod csárdás kis angyalom, látod az is minket gyászol. El akarnak, de nem tudnak tiltani egy mástól. Hé, Takuma! Még egy ilyen falát megiszunk, s kettőt harmat énekelünk, s éjszakra falat építünk, te még a madas a szállaton. A madar. Csak épp a Putin ne jöjjön. Putin nem jön, ne fény. Jó, jó. Ez semmi. Hát nem. Aj, még ne akkorász most. Mi legyen akkorává? Mi legyen? Az Ines B-t egyen. De azonnal vigyád fel a hiúba, én megvallok itt, vigyád fel. Most nem viszem, komolyan már nem lát tudni, mikor toppon be, és ha meghallja, hogy dergetek, szegedd a fejbe. Olyan figyelmes, fineszás. Hát akkor mit lát csinálni? Én éjjel felviszem. Éjjel. Én kitapasztoltam, hogy akar, mikor olyan ebrán alvó, egy koppanas ma, de 3-4 óra között úgy aluszik, a dérgettem mellett, te érted, de próbáltam. 3-4 óra között tudok én mozogni az élmekkel. Én felviszem az éjjel, ide most bár teszem a zsebénbe, ne idegesíts magad. Ide. Na, nyugodt legyél. Na jó. Nyugodtan, nyugtalankodjál, mert talán dolgy nem. Jó. Na jó. Annyi az egész. De még töltök egy-egy parról, komolyan, úgy megjött a kedvám aludéj, hogy töltsen nyugodtan, kettőt estő. Kicsit meg is lakhanyosodtam így, ne látod-e. Kettőt estőt. Hazajöttem.
Jól tettad. Komolyan, hogy jó benne vagyunk a sumba. Én lógottunk, én elkezdünk most, nem tudod ezt az estényt. Állj! Az ének most és a fülembe sénk, te vagy látocsartas, kis angyalom. Én látom. Az ének, komando, az ének. Hallá, komando, mi? Milyen színű tarskáról beszéltél? Új, ne előtte nem légesd a zöld tarska, csak csend. No. Hallod én? Né. Mi van? Hol? Jostanak, ezt te hol kaptad? A híjúba. Jaj, de sost. Komám, ez az a taska? Az az. Jó. Én most mennyi a látom mire. Mari, ezt te hol kaptad meg? Te mit kerestél oda? Szedtem a pankhálókot. Na, mit? Szedted a pankhálókot? Ide le, akkor a pankhálók vannak. Te, hogy meglát, Botonyban is odafért a szedet. Sopi! Most a bárban nem tudjuk. Jaj, de sost. Jó, hát az... Abba a paliba még annyi sincs. Mari, a pénznek a zöme hol van? Ezt azt kellett vásárolni. Annyi pénzzel mi az az? Az az. Ide egy új ágyat, de nem ilyen. A nagy szobába pedig egy ilyen körbe kanapét, egy ilyen jó nagy körbe asztalt, ne. Én úgy megviszlek ma körbes keresztül kasul, hogy nem tudom mit az. Hát komolyan, ezt a látod, és érzékeled, hogy mi van nálunk. Látom. Na, a még a pénz, az enyém a pénz, komolyan, be van faktatva, tessék. Vége. Jaj. Rendesen remek. Hogy ne remegni. De látod? Látom. Mit kell? Ülj le. Lássátotok. Azt. Halludé, még a felmalajó Istennek adjunk hálát, szerencsés órába derült ki. Szerencsés óra? Nekem ma volt szerencsés óra. Akkor mit csinálsz te? A pénzt hagyod-e, vagy elviszed? Jó. Mit? Semmit. Látod-e, hogy a pénz van ilyen érzékem? Látod-e, meghalj! Én ebben az esetben hogy hagynám a pénzt inkább a penész egyen meg a pincémbe? Hogy hagynám a pénzt ebben az esetben? Hát, hallod-e, komolyan. Nézd meg, hogy milyen napra virattam én. Kéne lefeküdni. Jaj, ne kezd. Mit mondsz, komámasszom, mit mond? Kéne lefeküdni. Jaj, hát tőlem nyugodtan feküdhet. Hát tőled éppen nyugodtan nem feküdhetünk, komám. Hát az idő el van téve. Hogy van álltál? Ő van távában, meg beszélgetsz, hogy tudok mind. Hány óra? 11 óra el van múlva. Mennyire? 11. Komámasszom, lefekvéshez készülődik-e? Láss, hülyes. Na, vegyél fel a... Na, te legyes magadod, hát komolyan vedd fel a kapatodat, nem, hogy megpasszal. Jó, veszem. Nézd meg, hely, a szavam és ma megfogom, hogy nézd meg, hogy nem tudok létrejönni, létre. Na, akkor menjek haza nyugodalmas, jó éjszakát, komolyan. Nekem nyugodalmas. Komolyan, a kufert fogd meg, és a lépcsőkön vidd le. Nehogy lássák vele, s napvilágosan bépakolok mindent a pincébe. Hallod-e, hogy levittád jobbról, a fal mellé jó szorosan közel, tedd le, s nem lesz ott semmi baj. Jobbról. No. Búcsúzzék el, komámasszon, jó éjszaka! Búcsúztam, búcsúztam. Arra nem emlékszem. Ügyáljasztam, tessé. Marika. Aztán a jövök biztos beszélgetünk. Jó. Mert nekünk komoly, de komoly beszélgetni van. Aludjatok, jó komámos. Jó éjszakát, komámos. Áll vagyok, mém. Jó, Isten veletek. Jaj. Egyszerűst. Júj, megültem magát én. Ez meg, kicsi pánika. Ebben a helyben nem tudom, mit csinálok, Mari. Ebben a helyben nem tudom, mit csinálok veled. Én tudom, hozzad be az éjjádényt. Na. Annyi. Né, én ma az éjjádényt neked a fejet behúzom. Én most is hőparom. Hoddám van. Hogy mi a dolga? És itt hőpörök. Hogy megültek, komolyan és mahal? Bizony Isten, ez meg egy fél pálnikat bézőrtek. Ó, Isten. De megmondtam, hogy ezzel lehet egy nagyon vidért kell venni. Melyit? Azért.
Häuserreck. Uiserek, stajd éjjel, halom, nézted, éjjel lényezel, uizergatsz benne, mint egy hazajár. Ó, Zsukó, meg se ébrátsz nem. Meg se ébrátsz, meg se ébrátsz. Hova teszed a fejünkhoz, hát a lábunkhoz tedd, no? Ó, Istenem, tényleg nem tudunk. Ó, mi csinál, tényleg. Na, mindegy. Vátkezd, már ebbe hajba éjfélában. Ebbe hajba. Idáig vagyok minden más. Köszönöm szépen, hogy egy ilyen estét és napot szereltél neki. Miért? No, miért? Még kérdezed, hogy miért? Mindegy. Gyárá, segítsen, nem enged a vallom. Az ízületeim úgy fajnak, na. Lasson, Mari, légy szíves, lasson. Lasson, lasson, no, de le kérdezem. Egyszer. Mindegy. Mindegy. Többet, igaz. Fáküdják le, legyen vége ennek a mai napnak. És most kalapot egy. Igaz aztán. Jó. Egyszer nekem egy jó napot szereltél, hogy azt tud én elmondani. Nem tudom. Ez egyszer biztos. Egyszer biztos. Hát de, nézd nekem, komolyan már ült és vádkeződsz. Ha, minnyá kell lefáküdni, mondom. Minnyá. Ó, menj el, úgy állítétek között. A horisnyát segíts lehúzni, a lábom belé van, pamhát vettem. Belé van, hogy ne lenne belé pamhát. No. Pi, aztán nekem az oknyikot hónap nem húz vissza, jó, hogy az oknyikot. Lassan meg agyad, ma lekapodna. Jó, állj meg, imád, készíts el lefelé. Én el vagyok én készítve annyira, hogy ennél jobban nem tudom elmondani, hogy mit érzek. Istenem. Milyen... Mene. Azt a mocskot minden este még teszed a fejembe, bár. Azért már úgy hízzad a fejed, hogy teszed tönkre a párna húzatokat, azért. És az a hosszú tőcsére minek? Ott vázassa belé a vizet, vagy mit tudom innen. Vázassa belé a vizet. Jó, hogy azt nem mondod, hogy fajon béjára, és akkor nem kell felkálják vízinni, hanem taplal engem a fejem. Hát az én fejem mi? Önitató? Fákügyöd alá, Naiman, többet mesélj. Fákügyöd alá, de már. Mindegy. Fákszekes lás viszonylátás. Mit fogod az elődött, na mit? Mit fogod az elődött? Gomb le van szakadva, azt fogom. Kéne borni két gombot. Naiman, nincs mi kiássél, nem. Azt nem tudom. Mit? Na hattál, Marko, na hattál. Nézd meg, mit a múlt és mit a hajt. Na jól van, köszönöm szépen. Örökké, ülj vissza az asztalnál és örökkére ülsz rá. Ott szeretek ülni az alsorkán. Na, alsorkán. Na, alsorkán. Nézd meg, hé, még miket pont? Miket? Jaj, de jó Isten. Jaj. Végre. Lefeküdhettem, tényleg. Fekülj, Naima, addig készülősz mindig. Addig készülősz. Nem tudok az én gondolatokat dolgozni. Jaj, és Isten! Az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében nem megy. Üdvözlé, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a teméhednek gyümölcsei. Asszonyunk, Szűz Mária! Asszonyunk, Szűz Mária! Ja, hangosan mi mondod? Megjártettél, ah. Így szoktam mondani, na! No. Dehogy így szoktad mondani, mondd halkabban, légy szíves! Na, hát az első álom nekem, az első álom, és a szemem battam ki. Felnézi el első álmot aluszul. Na, imádkozzál, csak légy szíves, halkabban. Na. És máskülönben értelmes közben imádkozhat. Szoktam. Uram, szabadíts meg a gonosztól. Jaj, azt tanám. Na. Mi? Na hattál. Na hattál. Köszönöm szép. Köszönöm szép. Fejem, nézzük. Egyem még azt is. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünk. Még valami békén kapcsolja, a televízió, szerencsére nincs, ávarulva. Ki tudsz-e? Valamit ki tudsz-e? Állítsd meg, tá! Ha! Állítom, úgy megáztálsz, hogy eszel vissza mindent a bizonyistán. Ha tényleg, ha bénál a fejezet, nem tudom mit csinálom, akkor még egyszer fel kell kálják. Na. Jó, jobb lenne, aki menjek a sütőbe, jobb. Mi csinálsz? Jaj, ne... Szászi dálmét, te nem járt valgut a könyökám rád, Marihat? Egy mosok lány nez meg feltalmadtál bár jó időben, és úgy hideg esített, de nézzek valamit, bélyes pufon tudtom neki. Mi csináltál? Bélyezállolás, frévás, semmi... Abba, szobabad a pés... S hát, muszáj, jó? Ágész nap úgy csipte a szememet valami, a miért nem mondasz, tehát valamit, hogy... Mondozott, hogy azt hittem, hogy... Megmérgesz. Na, tényleg. Fekszem le imádni. Hát, ügyi, tényleg, ha nem fekszél le, nem tudom, mit csinál. Mi? Lábom túl méltá. Mi hát, te, a múltkor esőd, de köz van, és béjástán félik. Béjástán. Megmondtam, hogy az régi agy jó volt. Jaj! Menj arra is! Hova menjek arra? Hova menjek arra? Igen. Lába elő, kitörötte, jó lett volna még nekünk, kitalmaztam. Kedd ide új agy! Az is olyan ingoványos vagy. Ma lesz, ne buskja új agy. Addig elé vagyunk. Pásza. Jó éjszaka. Jó éjszaka. Jaj, Istenem. Jó édes, jó Istenem. Tényleg nem tudom, mit csinálok-e. Fú. Azt a jó reggelt neki! Nézd meg, hogy leteszi a fájt, úgy őket! Vége, hé! Vége! Kimek a támad! Mit csinálsz? Mit csinálsz? Tá, úgy érkeztál, hogy a hal az ablakok zerregnattál! Hogy megjelzettél? Mi történt? Úgy helyezkedsz, hogy nem tudok aludni, nyugodni, pihenni, Mari! No! Olyan szép álmod volt, Istenem! Szép álmod volt! Ezt egy pucsint láttad! S ne nyertás, már spaj mirigyen már, boldog! Milyen sajt mirigyel? Azelőtt nem voltak ilyen sajt mirigyek! Mit sajt mirigyel? Milyen úgy vár a szívem, jó! Azért van a szívem, na ész! Hál Istennek, hogy vár! Jó, de ne, a blúzot mindjárt blúzot! Vegyél szorosabbot! Hát, abba legyen nem tudom, mit csinálom tényleg. Várd még, hogy aludjok ázasztan helyetként. Hát, hogy oda vissza, no. Na, tényleg, ne izék mozog erőst. Jaj, Istenem. Jaj, szép. Aztán... Jaj, jó! Aztán nem tudom, hogy féle jó reggel. Mi történt? Jaj. Abba legyen lábbotá. Mi történt? Ott történt, ami a múltkor. Az állája eszácsúszott a lába, eszácsúszott. Jó, jó, hogy megütted. Jó, Istenem. Állé szereltem, de ott van a veronda, vagy létsz, szegkalapács, hozd be, hogy támasszuk ki a szegályam meg ott. Jó. Nézd meg helyen, a másik. Jó, Istenem. Állítodok, hozod én a hol vagy. Már ne. Egy négyzet mondtam, nem kártérni akarok. Mind ott volt, no. Valahányra kitalmasztottam, aztán... Már ne. Hagyod a szegát. Aztán csendben ne hallják a szomszédok, hogy ilyen szegálünk. Mi nem szegálünk, na, se ilyen. Spanom. Jó, nagyon fogom. Én fogom, jó. Édes jó Istenem, jó lát. Miért nem fogod rám? Fogom. Mit csinál? Jaj! Abba! Abba!
baj, bazujem ott átratté! Komam! Te hogy kerültél ide? A kácsukat itt felejtettem, most visszajöttem, értik, hát ők ugyan bizony, mit csináltok? Szegálünk! Szegálünk! Éjjel! Éjjel, stoppolni! Ha nézd meg, miért jöttél, hogy hamartan elnézte az új vágon deformálódni? Jaj, már ne komolyan! De mit csináltál az újod? Leüttem, értem be! Te! Éjjel! Ha miért? Értem be! Hamarna, hamarna, ne sokat utatok! Éjkössze már! Mire jövök vissza, Jaj, Isten! Az újodnak szagja van. Jaj. Az újodnak szagja? Vajon még mi ő, máma? Vajon még mi? Jaj. Olyan sábad, hogy egy csempécek szó? Mit nem? Komán meg egy kérdés. Nem kell nekem egy csempécek. Hát húzza a fel, komán. Húzza a fel. Na hely! Jaj! A rossz új, nem jó jobbot köttet be, mit csinál? Hát komám, azt tartottad állni, a májket állni tartottad, én azt kérdés. Jaj, nézd meg a rossz újomra, még le fogtál. Amor, közsbi, ne lássátok egy, hogy nézzék ki! Kösszed a bokorongyaimot rakjad rá! Bokorong, hát akkor attól olyan szagos, hogy a bokorong! A szemembe a kölcs! Jaj! Édes, na de lesz, amit szagolja! Jaj, na már bubo, vannak én! Jaj, egészen tökleti! Gyertek, húzzatok fel, húzzatok fel! Itt, húzzatok fel! A hátsó udvarotokon egy olyan fekete füst gomolyog, így ne! Alig mártam bejönni. Mi van? Jaj, füllesztőben délután pityók átraktam oda. Te füllesztőben éjjára, nézd meg éjjára tüzet tesz. Jó, éjjára tüzet tesz. Komán. Aztán látod? Nem akartam előtte mondani ilyen nem füllesztő dolog. Mi? A hátsó udvarotok nem látszik, a csűr nem látszik. Te hányamet béköttál? Bé van, minden kötve el van intéz. Komán, óriási nagy baj, most éjszak felőrölj a füst. Fekete füst. Olyan fekete, mint a tegényem. No, de mi az? Marika, Mari, csinálja ezt a régi gumicsizma fejákét, csak cipőköt tüzeli. Megmondtam az állatvédők, hogy milyen védők egy szép nap megbüntetnek, de neki nem lehet mondani. Komalmat, hogy nem érted meg, hogy nem a félel, nem a félel. Éjszak felőrüljő, komal. Éjszak fel. Ugye mondtam, hogy baj lesz. Éjszak felőrüljő. Ugye megmondtam, hogy baj lesz. Hát itt elég van baj, de szívem azt hittem meg a... Megállhat egy ekkora bajba. A hátsó udvarotokon van meg, ne esz ki az udvarod, már gut, mondjuk most már nem esz lehet, de a gutta megünne, hogy mi van. Nézd meg, mit csinál, hé. Így tekeregne, így. Na, azért pár. Jó. Tudtam én. Fekülj! Aztán volt. Hát mi volt? Elkezdődött, itt van a háború, komolyan, látod-e? Menj el, az Isten megfizet! Ugye megmondtam, hogy éjszak felőről. Jó, édes jó Istenem. Már! Komámasszon találat érte, ugyan bizony honnan lőtták. Mária, hó, mi lett veled? A füllesztőárokba. A mit őtte? Mi vettem a lásprés dobozt? Minden? Jaj, a lásprés dobozt, hát áropontott az életünket a... Jó. Ha, ez mi az? A kutyacska a kúfered nőtt? Jaj, hát a gyárpájba nem tudom, mit csinálok. Jaj, jó, ha jó, ha jó. Addig tőltem, hogy életlében hajt a végére. Jaj, meg van kezdődött. Az élődő röptem, mert egyszer... A fogaim csitorognak, tá, a szemem szikrázik, tá, attól van, hogy nem értékű, kimondhatatlan a sava. Igen. Nem értékű, kimondhatatlan a sava. És a másik az, ami a legnagyobb baj, a sav... Nem tudom, Thank you.
Ne látod-e például? Legelső a polgármester. Osszú, már most osszú. No, ő többször kell megtakárni. Ügyelj már, Svajmirigyen! Olyan szép álmom volt, hogy... Na tényleg elküzdöm, hogy... Na nézzél! Hogy? Ez egy putyin kaptad! Ügyelj már, Svajmirigyen már! Ha ha ha.